Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Ghost of Tsushima végigjátszáson a következő részében. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. És igazából az első stream során már megvett a játék, ez egészen bizonyos. Remélem, hogy titeket is. Toshiba kecskéjének története folytatódik határozottan. Jobb minőség is van? Köszi, Gabi. Hát most már mindegy, de köszi, köszi. Sosem volt kivel kardoznod? Hát édesapám rengeteget kardozott velem annak idején, amikor ninja voltam, 5-6 évesen. Nyomtuk keményen. Na, lássuk, azt mondja, hogy folytatás. Valahol ott hagyhattuk abba, hogy elkezdtük szépen magunk mellé állítani a szövetségeseket, és eltanuljuk ezt az új... Menj a fehér fák ligetéhez. Jó fele megyek amúgy? A kérdés jó, mindjárt megnézzük. Fehér fák ligete. Arra van. Igen, erre visz minket a szél, úgyhogy 90 méter és mindjárt ott vagyunk. Várjál, virágot levagdossuk. Most már erre a 90 méterre nem hívok lovat, mert teljesen... Ó, valami van itt. Valakit kínoznak? Várjál, akkor ezt gyorsan mindjárt földerítjük. Elképesztő az egész. Ezek a fehér fák, igen. Várj, itt valami történik itt. Kihívjuk ezeket, jó? Kihívjuk. Ez az eleje a kedvencem, basszus. Tehát amikor... Figyelj. Na ez az! Na ez kérem szépen. Ez maga a gyönyörűség. Hát vágjad már lefele, hát... Jó, pajzsot lebontottuk róla. Ájjaj! Jó, meg lesz ez. Azért nem úgy működik a történet, mint a verekedős filmekben, hogy tudjátok, egyel küzd, és akkor a többi meg így össze-vissza ugrál mellette. Hát most nem is látom igazából, hogy mi történik, de... Várjál, ezt le kéne fegyverezni, ezt az íjjászt. Azaz. Várj, ezt egy kegyelem döféssel megoldjuk. Ajj, de betyár. Ki kéne szabadítani az úriembert, aki itt van a házikóban. Keresztapám azt, és mikor kicsi voltam 5-6 éves, akkor az ikertesommal folyton kardokkal küzdöttünk, amiket a keresztapán csinált. Jaj, várj, van itt még valaki? Jaj, ezt pont nem láttam, hogy támadni akar. Nehogy már ez az úgy csóizi végezzen velünk. Azért mondom. Mentsük meg az úriembert. Azaz. Ikertesom, a folyton kardokkal küzdöttünk, amiket keresztapánk csinált nekünk. Emlékszem, hogy naponta akár órákat is elvontunk két fakarddal. Hát na most próbáljál meg, érted, manapság egy ilyen pár éves gyerkőcöt lekötni egy fakarddal. Egyet. Nem lesz egyszerű dolgod, ez biztos. Ebbe egészen biztos lehetsz. Na, oké. Menj egy csapás. Menj Szigenori nyughelyhez. Oké. Na, ez hol is van? Hívjunk egy lovat először is, még mielőtt bármit is tennénk. Megpróbáljuk a lót nem lekaszabolni. Hát azt már említettem nektek, hogy nagy bajba vagyok ez a lovaglással így a játékban, mert annak idején, amikor játszottam a Last of Us 2-vel, akkor a lóra egy bizonyos gombbal lehetett felszállni. Most ugyanez a gomb sajnos egy karcsapást jelent ebben a játékban. Ebből kifolyólag történtek balesetek. Hát így bármikor képes vagyok segbeszúrni a saját lovamat. Hát ez van.
Merre megy a szél? Arra megy, arra megy, oké. Ez nem feltétlenül van így amúgy, jó Gabi. Ez nem feltétlenül van ám így. De abban egyet tudunk érteni, hogy van az az életkor, amikor elég a gyerkősznek a kezébe adni egy műanyag palackot, amiben van egy kavics, és így forgatja, és el van vele órákon keresztül. Tehát nem feltétlenül kell mindig és minden esetben a drága játékokat megvásárolni. Hova visz minket a szél? Most komolyan, ezt valaki mondja már meg. Nem tudni, vagy mi történik itt? A tiszafa az határozottan jó lehet nyilvessző készítéshez, meg egyáltalán. Itt kéne valamit amúgy előadni. De hogy mit? A nyughely, ez hol lehet amúgy? Itt a völgyben netán? Hol lehet egy nyughely ennek az úriembernek amúgy? Nem lehetne ránagyítani? De rá lehet. Hát ez itt van valahol. Szerintetek hol lehet? Ja, piszkosul jól néz ki a játék, Mr. Szaj, de hol van ez a nyughely? Ezt valaki árulja. Ja, ott lesz fent, ugye? Az lesz az. Mindjárt leúrunk a lovunkról, aztán utána... Aha. Ezen keresztül átegyensúlyozok, és akkor működőképes lehet a dolog. Itt a paci már nem jön át, nyilván. Befelé! Megyünk is befelé. Ők azok. Én összecsapok ezekkel, és üde sokan vagytok, várjál, ez így veszélyes. Oké, megtörtént, aminek meg kellett történnie. Jó, megmutattam nekik a kardomat, így magasba emeltem, és akkor most már látják, hogy mi van még. Mire kell számítani. Ajaj, nem volt egy jó ötlet. Egy testcsellel megzavartuk az úriember. Ajaj, na ezt kicsikét elszúrtam. Na most a tuti. Ezt szeretem, amikor hátba sikerül támadni ezeket a rohadékokat, mert előről azért eléggé védettek, meg pajzs, meg minden. Nem is értem semmi. Hát na igen, de hát az más világ volt, ma már lekötni a gyerkőcöket nem olyan egyszerű. Ha csak megnézed azt például, Szabi, hogy a számítógépes játékok milyen szinten alakultak át. Tehát mondjuk összehasonlítasz egy Quake-et, a Quake 1-et. Jó reggelt, ajánlja, összehasonlítod a Quake 1-et mondjuk az új kodokkal, tehát az intenzitást illetően azért na. Jelentős különbségeket fedezhetsz fel. Bushido Blade? Megvan bizony, ismerős. Na várjál, nyomozunk egyet. Ez egy sok párbajt látott penge. De az még csak hagyján, mert vérfoltok és lábnyomok. Egyszerre ráadásul. Valamit még? És jön valaki. Hát te kiben. Igen, azért idővel ezek az emlékek megszépülnek. Ez tény és való. Irány. Nekem is volt már ilyen élményem, hogy azt gondoltam, hogy a világ legszebb játéka, ránéztem 8-10 év múlva, és hát... Nem feltétlen. Ez egy boss fight lesz? Elképzelhető. Mind a ketten keményen állnak, és feszülten figyelik egymást. Na? Olyasmi határozottan. Kicsit azért így... Ajajaj!
Vannak bajok? Hát szerintem az elsőre nem fog sikerülni, van egy olyan sanda gyanú. Bár meglátjuk majd. Oh-oh. Lehet, hogy mégiscsak meg lesz. Elképzelhető. Aha. És meg is van. Hát a Kuroszava mód István ilyen fekete-fehér lesz. Legyőztük. Legyőztük ezt a Ganét. A Kuroszava mód ilyen teljesen fekete-fehér, mint hogyha egy régi mozit néznél. Elég érdekes. És hát természetesen japán minden, úgy ahogy van. Azért azt mégiscsak túlzásnak éreztem, hogy egy olyannak álljunk neki. Inkább akkor legyen egy olyan dolog, ami emészthetőbb, ugye. De a japán nyelvet azt nem skippeltük angolra. És ha nem változtattuk angolra, legyen autentikus a dolog. Ha már van felirat, akkor miért ne? Azért van ennek valamiféle fajta romantikája, nem? Tehát, hogy így hallgatod. Hagyja, uela, hataki bakal uela. Hát elsőre sikerült, igen. Nem tudom, hogy csináltam, de működött. Na most a mennyei csapás, azt most megszereztük, ugye? Gondolom én. Hoppá, és kaptunk pontot is. A hírneved növekszik. Hát köszönjük szépen nagyon a lehetőséget. A nép reménye. Na, ez mondjuk jó, ha megnő az életerő. Fekete por bomba, ez annyira nem. Tapadós bomba, szélcsengő. A szélcsengővel mit csinálunk? Nyakára tekerjük? Vagy mi lesz? Szélcsengő dobása és ellenfél figyelmének elterelése. Hát, jó, legyen a fekete porbomba. Nem olyan rossz ötlet az. Ahogy láttam, a többit egyáltalán nem rossz ötlet. Na, nézzük akkor. Elvileg úgy néz ki a történet, hogy még esetleg lehet-e valamit változtatni itt a dolgokon. Nem annyira, ugye? Na nézzük csak ezt, mert ezt lehet, hogy nem néztük meg. Aha. Jó, tehát kellene vászont. Jaj! Szervusz, kérlek! Hát szervusz, kérlek! 5. hónap néz oda megáll az ész. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást, uram. A bozsóki szűzanya áldásával érkezett emberünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, köszi. Banánozzátok és buktázzátok meg serényen. És köszöntsétek nagy szeretettel. Ha felnövök, egy intergalaktikus szubátor leszek. Minden streamet megnézek, mindenhova felszubálok. Ide is. Hát akkor üdvözöljük nagy szeretettel az elképesztő intergalaktikus szubátort. Szervusz kérlek személyében. És hápogi ügynök. Nagyon szépen köszönöm a 2. hónapot, uram. Hát egy csodálatos legény. A szubok között még friss, de köszöntsük nagyon nagy szeretettel az urat. Hát egy bukta halmaz, de villám gyorsan nekik. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, köszi. Na lássuk akkor, elvileg ott jártunk, hogy ezt most itt megtapasztalhattuk, hogy milyen ez a mennyei akármi. Viszont hova tovább? Hova megyek? Merre? Nincsen szél. Most ilyenkor mi van? Ja, be kéne jelölni a következőt. Hát be fogjuk jelölni. Ez mi ez? Aranytemplom? Íkészítő? Elérhető fejlesztések? Cucu és Azamu. Na most ez mennyire mellékküldetés ez az aranytemplom amúgy? Na most akkor én bejelölöm Cucut. Ronin ruházat. Ez nagyon szimpatikusan hangzik, megmondom őszintén. Legyen akkor ez a Ronin ruházat? Legyen az. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy leginkább. Hívjuk azt a lovat már. Miért nem jön? Haló? Ló? Ló? Hol a ló? 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 Ja, hogy nem tud idejönni valószínűleg. Azért nem tud idejönni, mert ugye nem tud átmenni azon a kis apróval. De jó. Mondjuk nem tudjuk használni, meg semmit nem tudunk vele csinálni, de jól néz ki. Nézd meg, leszúrt kardok, tömkelege. Állati jól néz ki amúgy.
Ezért nem tudott jönni szerencsétlen lóba. Ja, hát ott van, ott várakozik ránk. Na nézzük, hova sodor minket a szél? Erről kéne ezt megközelíteni, egy balról, nem? Ja, próbálkozzunk meg vele. Menj a partra a kis síkság mellett. Nem mer oda jönni hozzá? Hát igen, eljutottunk idáig is sajnos, hogy... Na fejlődjünk csak, és ezeket le fogjuk gyilkolni. Nem mer oda jönni, mert párszor belecsaptuk már ugye a szerencsétlen állat seggébe a kardunkat. Néha meg is bokrosodott ettől a kicsikét. Levágnak minden malacot! Téged is! Az a baj, hogy ezek a jó emberek, akik nem jó emberek, ezek itt rettegésbe tartják Tsushima népét. Úgyhogy mindenképpen le kell számolni velük. Ezek szegény ló, bár ide jön. Mi ez az ordibáció? Ja, hogy te még itt döglődsz, mi? Ó, szegénykém, hát ne tartson már olyan sokáig a szenvedésed. Tehát eljutottunk odáig, hogy szerencsétlen ló már nem mer ide jönni, mert beleállítottuk a bököt nem egyszer, nem kétszer. Hát igen. Van ez úgy, van az úgy. Ezen át tudok kelni itt a lóval? Vagy menjek a szép része? Menjünk itt a pampafűbe. Ilyenkor hármat le tudsz vágni egyből? Hogyan? Ajaja, hogyan lehet levágni hármat egyből? Most valami rémlik, mint hogyha lenne valami ilyen jellegű. Hoppá, valakit volt. Ki figyel engem? Ja, hogy ott valami történik. Megrohamozlak benneteket? Szervusz, Nefin! Jó reggelt a művésznőnek. Szia! Bocsánat az indokolatlan hanghatásért, de hát azért mégiscsak valamit. Megpróbáltam megfelelően érzékeltetni lelkesedettségemet. Na! Haló! Senki nem mondta, hogy ez így tud küzdeni. Hát azért nem kaptunk olyan sok XP-t, de hát nem tudom, ennek is örülünk. Megérdemelte. Persze, hát szembe akart szállni velünk. Nem tudom, engem teljes mértékben megvett ez a játék. De komolyan, tehát... Én nagyon vágytam igazából a Sekiro óta egy olyan játékra, amilyen szamurájos, kalandos, lovazós, vicseres. Hát nem vicseres, de hogy hasonló. Lootolni? Hát annyit lehetett, amennyit lootoltam, más nem igazán volt náluk. Általában nyilvesszők szoktak ezeknél lenni, az erőforrások meg inkább a falucskákba és a mezőkön növények formájába találhatóak meg, de aztán lehet, hogy később ez majd lesz máshogy is. Mi a gép igénye? Hát egy PlayStation 4. Roppant egyszerűen meghatározható, Szavi. Aha, értem, ajaja. Hát nem tudom. A piros növénykére szükség van, azt leszedjük. Oké. És ez tényleg duplán pozitív, hogy nem kell mindig leszállni a lóról, hogyha gyűjtögetni akarunk egy keveset, mert fogja magát, aztán már le is vágja a lóról. Már növénykét ugyebár. Közel vagyunk, még 410 méter. Addig fölfedezünk. Jézus fa... Hát ez most ezt hogyan? Ja, nem bírta akkor átugrani, szegény jószág. Szegénykém. Ha nekem erre kéne menni, akkor... Hű, gyerekek, nézzünk egy térképet, jó? Mert... Hát mindenképpen balra kéne venni az irányt. Valahogy. Csak hát le kéne verekedjen magam innen a hegyről. Az menni fog valahogyan? Itt közben folyamatosan belebotlunk mindenféle ilyen jótevőbe.
kard ki kard. Ezek már erősebbek? Remélem. Ú, ez egy ilyen nagyon... Kicsit úgy néz ki, mint kard, azt nem tudom, láttátok. Na, de... De igazából... Hát... Na mindegy. Kardomat megforgatom! Acélkardom megforgatom, én vagyok a pécsi fantom. Új, ez kár volt. Ezt de rosszul csináltam. Már megint. Vannak még ezeken kívül? Tehát, hogy ez az egy utolsó maradt már? Meg lesz az, meg lesz az. És megmentettük az úriembert. Na, itt vannak készletek mégis, csak ezt gyorsan kilútoljuk. Közben magasba emeljük a kardunkat, hogy lássák azért, hogy a többiek is, hogy nem érdemes velünk ezek ki babrálni. Várj, ott még voltak készletek. Szegény földműves. Várj, lehet, hogy az ő cuccát lútoltam most ki, nem? Tehát szegényt érted, egyrészt megtámadják, oké, hogy megmentjük, de hogy még ki is raboljuk a végén, ez borzalmas. Nekem is régóta vágyam volt egy ilyen kémre, láttam a Sekirot, na, talán hátha. Kaktusz, meg tudok azonosulni a hozzászólásoddal, abszolút. Tudok azonosulni vele, megmondom őszintén, nagyon is. Hát figyelj, Kaktusz Márk, én ma egész nap majdnem azt mondtam, hogy szekírózni fogok. De nem szekírózni, hanem Ghost of Tsushima-zni. Tehát ez a mai penzum, megmondom őszintén. Úgyhogy amúgy is rengeteg órát lehet tenni a játékba, úgyhogy teljesen sima. És indokolt a dolog. Most itt, ha lemegyünk, itt sziklákkal találkozunk, ez nem lesz jó, valahogy le kéne jutni innen, de erre talán működhet a dolog. Aha, itt lent is van egy... Ez az, na... Szarvas! Azt nem tudom, hallottátok-e, srácok, hogy van egy nő, aki szarvasnak képzeli magát, erről is volt egy hír a mai nap, vagy a tegnapi nap folyamán. Szarvasnak képzeli magát, és legelészni is szokott. Csak mondom. Nem merem megmutatni a nénit, de tényleg létezik egy ilyen. Most ezek itt barátságosak, vagy? 140 méter, hát ez hol van, basszus? Hát még messze van ez. Gondolom én. Lehet, hogy egy kicsikét tovább kellene még menni. Igen, kicsit tovább kell menni, úgyhogy fogom a lovamat. Aztán futok is a szél irányába. Igen, 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 Ultimate Hó. Igen, csak ki ne ugorjon. Csak ki ne ugorjon, mert ugye egyrészt randa sérüléseket szerez a kocsi. És hát randa lelki sérüléseket szerez ugye a kocsi gazdája. Hát a sofőr. Most érted, de gondolj bele, mész haza az egyik cimborától, előtte jót beszélgettetek szépen, nyugodtan két tea mellett, vagy bármi más mellett, és akkor egyszer csak így kiugrik eléd egy ilyen rettenet. Hát én megmondom őszintén, minimum összeszarom magam. Várj, egy elvileg mi ez? Hűha. Nézzük csak meg, mi történt itt. Itt kezdődött a támadás. Aha. A mongolok. Már megint a mongolok. Vannak emberek, akiknek szívesen megvakarnám a hátát drótkefével, ha ennyire viszketek. Jajjaj. De egy ember miért képzeli magát szarvasnak? Na bocsánat. De, szarvasnak. Vagy minek képzelte magát? De szarvasnak képzelte magát. Mi lehet az ok? Hát igen, azt tudjuk, azt már a szószpark óta tudjuk, toxigyú. Tehát ez teljesen rendben van, de... Hát
Valaki itt még köhécselt. Ezek most lesből fognak támadni rám, vagy mi történik? Mert nagy mészárlás volt itt, az egészen bizonyos. Én nem leszállok a lóról, én mindig leugrok. Az aranyszarvas? Lehetséges. Nem magyar az illető. Hát te ki vagy? Jin. Jin? Sakai Jin. Sakai Jin? Az én vagyok, nyugi. Milyen kedvesek egymás. Úgy nézel ki, mint egy madári esztő. Ezek barátok szerintem. Nagy valószínűség ez lett a háttérbe Purgatory Girl amúgy. Egy az egybe. Iszok egy kis kávét. Minna kega o otteru shi. Meshi mo kuete nai. Sonna renchū ni inochi o hare nante tanome ne yo. Jól a Bence, jó reggelt kívánok. És köszi szépen Clapper by Dani, Clapped by Dani, valamint Kalamandzsár, Zweiplace és Imike, köszi a követés, srácok, szávasztok. Na, ott van. Ha mindjárt jobb, mindjárt jobb. Nézzem, milyen elegánsan ki van vágva középe, hogy azért ki tudjon látni az úriember, nem? Az egy taktika van, rendesen. Hopp! Megtámadtak a mongolok! Oda néz. De kemények, azt a betyár minden. Én nem hátrálok. Én nem vagyok az a típus. Az is de jó csinálta, jó van. Hogy megleptem, nézek, azt gondolta, hogy előre támadok, de nem is. Taktikusan megyek neki a szituációnak. Ha pedig jó ütembe vágtam, haló. Oda néz, a fát az körülbelül majdnem úgy kivágtam, de az ember sajnos nem. Hol jön a többi? Először a pajzsosokkal kell leszámolni, utána jöhetnek a többiek. Segítsünk a cimborának. Jó, hogy az már meghalt, azzal ne harcolászunk. Te miért vagytok ti ennyien, haló? Tessék megdöglendeni. Jó, hogy itt nem tudok úgy, csak úgy egyszerűen hátrálni. Az anyád. Na most már ideje lennám, haló. Vannak még? Hogy a viharban ne lennének? Jó, föl kell menni leszámolni az ijászokkal, mert ezek csúnya pusztítást végeznek itt mind a kettőnkön, ha nem vigyázunk. Aj! Ezt pont be kellett nyalni ide a végére, ugye? Azaz, és megvan a vezér. Hét darab vezért kellene még megölni a szélálláshoz, hogy az... Hát ez ketten meg már csak legyakjuk, ugye? Ügyesebben bánsz a karda. Neked meg végre kidőtt a szakállat. Szerintem ez egy jó karakter lesz amúgy. Hát tulajdonképpen szerintem ez az egész történet, ez egy keleti toldi, nem? Tehát, hogy most már legénytól pejhercik állnám, ugye nyilván a petrencés rúd ugye a katana, és hát vonhatnánk még, vagy hozhatnánk egyéb párhuzamokat, de hát az hülyeség lenne. De tulajdonképpen ez egy keleti toldi, ha úgy tetszik. Hmm?
És igazából bármelyik nagyobb ilyen szalmakalapot lehetne malomkőnek használni. De nyilván ez hülyeség. Kövessük az úriembert. Ryuzo! Azaz. Nézzek, válaszoltam a fickónak, erre leúrik a róla, mert ugyanazzal a gombbal kell leúrani. Ez egy elképesztő barátság lesz. De nem ilyen, remélhetőleg nem ilyen izé, tehát hogyha ilyen Brokeback Mountain-es barátság lesz ez, srácok, komolyan mondom, én befejeztem a játékot, tehát már kezdem unni. De biztos, hogy nem ilyen lesz, tehát azért ezek tökös legények. Mondjuk azok is azok voltak, de na mindegy, szóval menjünk, haladjunk. Ez egy keleti toldi. Na várj, itt valami van. Nem tudom, valahogy erről a vezérlő szérről mindig más jut eszembe. Ez mit csinál? És vitus táncot jár ezen a... Karada. Ja? Hű, na hello! Ki vagy? Na. Neki valami baja van, biztos, hogy segíteni kell rajta. A bunkók. Elvitték a rizsét. Na most gondoljatok azért bele, hogy érted, szerencsétlen, nem tudom, hónapokon keresztül a rizsföldön dolgozik, hogy legyen a családjának betevő falat, és akkor jönnek ezek a bunkó mongolok, és azt mondják, hogy ez most innentől kezdve a miénk. És örülj neki, hogyha megkíméljük a szaros életedet. Maximum. És akkor még jól jártál, mert nem vágtak le minden malacot. Na ezt kell megtorolni, ezt a hozzáállást. Úgyhogy kiontjuk a belét, meg kihúzzuk neki. Nekik. Ingyen szakít egész életemben? Azért vannak életcélok. Egy helyet, ahol ihat. A szalmakalapos a Roninok. Várjál, Cimbora, halott készletek vannak itt, ha-hó. Hát ez mindenképpen. Ugye milyen bunkók a mongolok? Már hogy ebben a játékban, ugyebár. Na most a lényeg, hogy azt fogjuk tenni, hogy azt a piros növényt ezt még itt beiktatjuk. Úgyni. Most már lassan egy egész arborétum lesz a zsebünkben. Azt mondtátok az előző alkalommal, hogy a növényekből kraftolni lehet. Mit lehet kraftolni a növényekből? Ezt mondja meg valaki. Ó, hello! Nézd, de már be akart itt fenyíteni minket. Na most azt nyilván tudjátok, hogy egy Ronin, akinek az urát megölték, vagy lemészárolták, ez hatalmas egy szégyennek számított. Na most ők így összetömörültek. Hílt lehet belőle? Négy úszat nem hiszem, de hogy hílt az valószínű. Nandi, köszönöm szépen a követést. Na itt a szalmakalapos tágbor. Kövessük Ryuzót, akinek nem... Az egyszerűség kedvéért nevezzük, csak folyamatosan inni akart Ryuzónak, jó? Tehát az a biztos. Csak hogy ne kelljen már ezért befonnom a nyelvemet, hogy ki tudjam mondani mindig. Úzó. Az úgy egyszerű. És amúgy is a szakéra áhítozott. A ládában van a páncél. Ez egy új páncél lesz, srácok. Mindjárt megnézzük, hogy milyen egy ilyen. Hoppá. Most nem mutatják, hogy hogyan öltözött át, mert ugye ott... Nem vagy olyan daliás, mint én, de nem rossz. Hát itt páncélról volt szó. Hát nem egy fürdőköpenyről. Hát, srácok, hát páncélt ígértek.
Ez egy aljas átverés. Ez egy aljas átverés, srácok. Egy fürdőköpenyt kaptam egy páncélhely. Nézd már meg. Hát ilyenekbe szoktam fürödni. Néha még be is fekszem a vízbe benne. Vér a fűn. Most ez tényleg az a páncél? Ezt mindjárt megnézem, basszus. Kaptunk egy technika pontot? Mit egyet? Majdnem kettőt. Roni ruházat. Nagyon jó. Ez jobb lesz? Viharvert szalmakalap. Talán látott már jobb napokat, de teljes életet élt. Ez zseniális. Ez már most tetszik. Hát ez mi? Látott már jobb napokat, de teljes életet élt. Egy szalmakalap. Istenem. 5 darab vászon kéne. Csökkenti az ellenfél észlelési sebességét ennyivel. Ja persze, mert sötét, mi? Azért. Jó. Jó, kellene 5 darab vászon. Most honnan a búzsból szerezzek én 5 darab vásznak? Valószínűleg itt nem fog tudni, tehát ez egy olyan dolog. Ja, várj, ott van a vásza, mindjárt lelopom a szárítókötérről. Le lehet venni, nem mi? Ja, Istenem. Hol marad a realisztika? Ilyen menedékhelyet építettem amúgy a Green Hell-ben, nem tudom, hogy esetleg így megvan-e. Na. Hát mondjad. Mit akarnak ezek? Ránk akarnak traktálni valami mellékküldetés, nem? Jó legyél, ajaja. Sok sikert hozzá, tudják, ilyenkor azt kell kívánni. Megyek tönkretenni az idegrendszeremet. Sok sikert. Remélem beváltod a hozzád fűzött reményeket. Na, oké. Ez most így jó, ugye? Most ez így igazán jó. És ott mi van? Jean utazása. Na várjál, ez is main story. Akkor ezt mindenképpen. Ezt beszerezzük, jó? Tehát innentől kezdve ez értelmet nyert ez a kifejezés. Beszereztük. Beszereztük a következő célt. De várjál, basszus, hát ez nem az én lovam. Haló. Ezt én eltulajdonítom, hogyha ezzel megyek tovább. Menjünk csak a sajátunkkal, jó? Há, ez az enyém. Ez megy a ruhámhoz is. Nem, mint hogyha szempont lenne, de lehet, hogy valakinek az. Sleepy, semmi baj. Nyugodj meg. Ne remegjél. Semmi gond nem történt. Nem írtam be semmit. Még. Na most, én merre szeleljek? Följebb szeleljek? Följebb szelelek. Lehet, hogy a játék azt akarja, hogy erre menjek, nem? Na tessék, itt meg vehetek egy balost. 300 méterre van amúgy. Hát te ki vagy? Na hello. Veled most nem beszélgetek. Megbántottál. Pont ezt a részt láttam nem is rég, egy kevésbé híres streamer, ő is rosszul lesz. Hát igen, van az úgy. De az még rosszabb, hogyha fordítva ül a lovon valaki. Tehát az még rosszabb, mint hogyha rosszul száll fel. Hát, ha még magas lóról. Hát amikor például azt mondja az illet, hogy full time streamer vagyok. Aztán meg nem is. Hát vagy csak így... Nagy nehézségek ára. Láttam már ilyet. Na, de most nem ez a lényeg, hanem hogy hova rosszabbá megyek? Tehát így 40 méterre, oda lefele. Az lesz ott a megfelelő útvonal. Csak igazából le kéne menni valahogy. Hát ez így nem egyszerű. Jó, figyeljetek. Én egy trükkös fiú vagyok. És itt fogom magam is leereszkedek. A lovam meg majd utána ugrik. Jó? Na. Hú? Azt mondja, hú? Itt most harcolás lesz? Mert akkor belovagolok.
Én most be fogok lovagolni, de nagyon, nagyon is. Össze fogunk csapni. Na gyere öcsém, kicsikét fura ez az egész. Ja jó, most a tuti. Nézd, már akart ijeszteni, hogy rám ordított. Roham! Mondom, roham! Ez mit csinált itt, haló? Ajaj. Egy pillanatra nem festett jól a helyzet, aztán rájöttem, hogy menni fog ez. Melyik döglődik? Srácok, én nem akarom döglődni hagyni őket. Tehát én beviszem az utolsó csapást, ha éppen úgy van. Az nagy megaláztatásom, úgyhogy szenvedni hagyjuk, úgyhogy próbáljuk meg hitelesen. Szólsz a tanár úrnak? Mert mi van? Hát itt vagyok, nyugi. Semmi gond nincsen, nyugodjon le mindenki a csodába. Hol vannak az emberek amúgy? Ha, ott vagyok! Nézze, ho-ho-ho, micsoda trükk volt! És így támadok, érted? De sokan vagytok, basszus. Azt a betyár mindenit, tehát ezt széjjel kéne húzni itt a bandát. Van egy ijászunk, azt gyorsan ki kéne vonni a forgalomból, csak nem tudom, hogy honnan lő. Ott van. Na, nem jó, támadtunk most az imént, az a baj. Te miért nem nyomtad? Hát nyomom lefelé azt a szart, hát akkor most ilyenkor mi van? Hát, gyermekeim az úrba, hát de ilyen nincsen. Hát de mióta nem haltam már meg? Hát pubertás korom óta nem haltam meg. Játékban. Na jó, akkor gyere. Jó, eddig nagyon jól megy a küzdés. Ha jó ütembe támadunk vissza, akkor nem kell nyomni a védekezést. Nem tudom, hogy ez föltűnt-e nektek, de nekem határozottan. Például most nem, de amúgy szokott ilyen lenni. Ez is működik. Isten, de rohadt jól néz ki amúgy a játék. Ne váglak minden malacot! Ez az. Oké, valaki még esetleg szembeszállni velem? Akar-e? Vagy sem? Nem mi? És milyen jól teszik, hogy így vélekednek erről a kérdésről. Jó, valaki még? Ja, vannak még itt, ha hát ez egy komplett falucska. Ezt jó meglepjük. Ezt most jól láttam, hogy ketté vágta ezért? Ketté vágta kardját? Nem tudom kimondani a nevedet sose. How on way it say... De nem is akarom. Tehát most már rájöttem, hogy nem is akarom. Hó van, ez lesz a neved, jó? Hó van. Na, ezekkel mind leszámoltunk, vagy vannak még itt? Némi erőforrás, nem? Fekete por bomba. Tényleg ezt hogy lehet használni? Ezt meg kéne nézni amúgy. Még kellene találni némi szövetet is, hogy tudjuk upgrade-elni ezt a páncélt, vagy hát ezt a fürdőköntöst.
Engem tényleg megtévesztett a játék, amikor Ronin páncélt ígértek, és kaptam ezt a köntöst. Várja, ott vannak még. Chigaro! 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 Na! Hát csigázd már meg! Na végre! Chigaro! Sá! Na, ne lögdösődjél! Na, úgyni. Majd megfontolod legközelebb. Illetve te már nem fontolod meg, de... Erre vannak még. Jó, ott van még egy. Gyerekek, ezek sose fogynak el. Azt gondoltad mi, hogy eltalálsz. Ja, gyermekem. Korábban kelljél fel. Hát ebből most jó megtanulta, igen. Igen. Jó, meg kell mutatni nekik. Márpedig most úgy érzem, hogy jól meg lett mutatva. De kik vannak még itt, hogy még mindig nem vettem... Illetve még mindig nem sikerült meghódítani ezt a kis falucskát, hogy hol vannak az emberek? Így vannak még? Vagy... De várjál, valaki itt hegedül, nem? Haló? Azt hittem már megint itt minden spár előtti hegedűs valaki esetleg itt beszabadult ebbe a kis sátorba. De határozottan innen jön. Már itt van még valami, ez a húsi volt, nem? Nem, fekete lőporbomba. De valakit nagyon húzza a bokorba. Srácok, mi a rossz sebet kell itt csinálni? Tehát itt... Hadd kérdezzem már meg, hogy mi van? Találkozni, hogy végeztünk akkor ezzel az egész kódszerállyal. Jó, értek mindent, akkor jöhet a ló. Jó, menjünk akkor, hol van ez? Aha, akkor föl kéne menni a hegyen megint, ugye? Igen, írja most már. Az előbb nem írta, azért volt, amit kétségbe esve teljes mértékben. Jó, szerintem egyszerű lesz a képlet. Azt hiszem, hogy ugyanoda kellene... Hát nem ugyanoda, de hasonló. Na, így van, most már irányba vagyunk. Hát ezeket most hagyjuk. Most bátran elmenekülünk. Elvileg erről jöttünk, úgyhogy körülbelül ugyanoda kéne visszamenni, hogyha jól sejtem a dolgokat. Menj! Kinek a menye? Kinek a menye? Jó fele megyünk? Jó fele. 150 méter, az már nem olyan sok, az körülbelül itt lesz. Jó, gondolom, jól. Jaj! Jaj! Jaj, 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 jaj. 90 méter, azban nem lehet olyan messze. Ott lesz, ott, ez lesz az. És már elvileg itt is vagyunk. Na, hello. Hello. Ó, Kitaga. それじゃ飯を分取りに行くか。 これで皆か。戦える奴だけ集めた。他の連中は。あ、ピンチャネクワラミショカンナ。ええ、そうにはここのもとない。枯れ木に満開。ezek akarnak váratost romolni? Igen, szoktunk néha olyat szabni, bátran elmenekülünk, ha éppen úgy van, nem mindig, az esetek egy nagyon kevés százalékában szoktunk ilyet. Úzó története. Aki úzó.
Jó van, most ne nyelvészkedjetek már. Ne nyelvészkedjetek. Istenem, hát most nem jött össze. Na, ez van. Jó. Szegény paci. Azért megmondom őszintén, ebben a paciban becsülöm azt, hogy annak ellenére, hogy kb. Háromszor belevágtuk a kést, illetve a karjunkat a seggébe, annak ellenére azért tartja magát, tartja magát. Most hova mész? Gyerekek! Tehát mielőtt megnyomjuk azt a rohadt Enter gombot, azért nézzük már meg, hogy mit írtunk, jó? Nézzük már meg, és akkor egyszerűbb lesz, mert az egyik így ír, a másik meg úgy. Ez a legegyszerűbb módja a dolgoknak, és akkor tényleg tök kedélyesen el tudunk itt beszélgetni. Szabi, ne hülyéskedjél már. Szét lesz-e ültetve. Mi az a moderátor, ilyen hülyeségeket? Nem már. Semmi gond, Sleepy. Egyáltalán nem. Csak ne szabaduljon el ez a jelenség. Ennyit kérek csak. Minden más mehet. Chigaro! Hát Chigaro! Chigaro! Megláttak. Hát, ugye? Itt a baj. Megláttak. Hát nem kéne, hogy meglássak. Na és már is máshol vagyunk, ugyebár. Ezek most így bátran elmennek? Hatástanítsd a vészjelzőt a világító toronyba. Ez lesz az? Ez az, ugye? Jó, hol kéne be... bemenni amúgy? Jó helyen vagyok? Jó helyen vagyok. A vészjelzőt? Hát hol kéne ezt előadni? Ha valahogy be kéne menni egyáltalán ide. Ja, várjál, itt ha be tudok menni, az jó lehet. Kuha. A pampafű az megvéd, igen. Hol van a torony? Oh-oh. Kockázatos, de nem lehetetlen. Ott van egy ember, az lehet, hogy észrevesz minket. Hű, srácok, ez nem lesz egy egyszerű történet. Ha finoman elmegyünk mögötte, az jó. A biztonságot nyújtó pampafű. És be kéne menni a világító toronyba. Hogy hogyan? A cucui világító torony. A cucui. Azaz, remek volt. Gratulálunk. Negyom harcinta. Hát ez véletlen volt, én nem tudom, hogy ezt így kellett-e csinálni, minden esetre sikerre jártunk. Gondoltam, ha már úgyis lelepleződtünk, ne óbégass. Hova mész? Hülye vagy. Várjál, úgy. Mit hatástalanítok én valójában? Ja, hogy ezt itt, igen. Gyújj csak lángot? Hát de most azt így hogyan? Hogyan kéne? Ja, hogy ott a láng, igen. Na figyelj, most fölgyullasztok itt mindent. Nézd meg, a tűz csiholója. Személyesen. És már jönnek is a szalmakalapos roninok, akik lefejelik a többieket, ahogy látom. És indulhat a harc. Ő nem velem van, ugye? Jaj, ez ennyire ne erőszakosan, légy szíves. Banyek. Van ám itt, kérem szépen, nagy verekszés? Én a verekszőt törpök. Ó, banyek. Ó, hogy most már elég ám már. Nem vagytok ti elegen ellenem? Baszki. Hát ez nem lesz jó. Ó,
fene essen belé. Jaj, még itt nyilaznak a ganék! Ajaj. Siné! Siné! Anyád! Jobb lesz most ügyesen védekezni. Különben még balhé lesz. Nézd meg, és ott nyilaz! Bonjour, azt mondja, de ez nem az a nyelv. Fölmászok érted, öcsipó. Ezt nagyon benézted. Azaz. Most hát csak meg lesznek itt mindannyian, nem? Jó, te velem vagy, téged nem bántunk. Sá! Hú, de kemény néha egy-egy csapás. Amúgy ezt tényleg imádom benne, hogy ennyire jól nézzen ki egy harc. Ez tök jó. És hát, hogy mindez katonával izé... Elfelejtettem nyilazni, basszus. Pedig az is milyen jól ment. Na, hát te mit csinálsz? Üzet, raksz, vagy? Mit csinálsz? Nézd oda, aki nem tud megnyugodni, inkább menjen ki ebédelni. Gabi, honnan jönnek ezek, de tényleg? Szurkoljatok, bizony, szurkoljatok. Kell, mert hajlamos vagyok viszonylag gyorsan megdögleni, ha nem figyelek. Csak egy pillanatra is. Szabi, köszi a követést, és Scope Fishy, köszönöm ugyancsak. Köszönöm, Kiri Zebra. Megvan. Egy őrült vagy, gyere őrült, gyere! Hát szükségem van rád, te is csatlakozzál a betyárokhoz. A toldistákhoz. Akik majd együtt közös erővel, értitek? Na, megfigyeléseket végzünk. Nem is akármilyeneket. Azt ott megfigyeljük. Kis csónakok vannak a mongol partokon. Jó. Tehát ez nem jó. Azt mondta, hogy ez nem jó. Bezzeg ott? Hát ott meg sok a barikád, meg az íjász. Frontálisan nem támadunk, mert leköszörülik a pöcsünket, hogyha nem vigyázunk. Egy lángoló nyilla fel lehetne robbantani. Az nem rossz ötlet? Ez nem rossz ötlet? Ez például nem rossz ötlet? Van még egyéb lehetőség? Vagy onnan nyilazzunk esetleg? Az nem hülyeség. Na, oké. Ziászok elterelésnek szépen fölmennek arra a sziklaoromra. Mi addig fölrobbantjuk azokat a bígyókat, és a csónakokkal kezdünk valamit. Mondjuk mögéjük bújunk, és lerohanjuk őket csónakokkal. Jól fejbe vágjuk őket a csónaknak az aljával, hanyat esnek, pörögnek, mint a hormonzavaros cserebogár a hátukon, és addig mindenkit módszeresen le fogunk kaszabolni. Ez a haditerv, srácok, így röviden és gyóhéjban. Na mit szóltok? Ez egy vállalható terv? Sikerre vezet minket majd? Vagy mi lesz? Mit tesznek, hogyha... Hát elmondtam én azt. Én azt elmondtam. Elég részletesen sajnos. Jó terv? Azaz. Na most a jó. Mit nézzek a tűzön? Megyek, azt ölök. Hát hagyjuk már. Nem csodálkozni jöttem ide. Na nézzek, hát ezek meghalnak maguktól is. Na most acsuttak föl. Gundaro? Ez egy nagyobb volumenű harc lesz, srácok. Van egy olyan sandagyan. Tehát itt még az is elképzelhető, hogy meghalunk. Vagy hogy felgyulladunk. Vagy mit tudom én, valami lesz. Várja, valaki közelít? Ez a haverunk, nyugi. Chigaro!
Kapsz te majd olyan csigarót? Ne nyilazzál! Nem szeretem az ijászokat, mert alattomos pici apró sebzéseket ejtenek testünkön, és utána pedig nem győzünk hílelni majd utánuk. Ezt levágjuk gyorsan. Biztos, ami ziher. Már megint nyilazz valamelyik. Ne nyilazzál, légy szíves, ne nyilazz! Apádnak a kösét nyilazol már. Eddig nyilaztál, hülye gyerek. Most nyilazgassa. Van még ijász, hát megáll az agyam. Jaj, köszi! Valaki Instant Gamingen vásárolt, nagyon szépen köszönöm, bárki is volt az. Ebben egészen biztos vagyok, hogy egy csodálatos ember lehet. Nézzek, az volt a rohadék. Ez. Hát elmetszük a gigáját. Meg az volt az. Azért kegyetlen harcos az a fickó, amúgy akárhogy is nézem. Ajj, azt nyakon kapta. Csúnyán. Hehe. Ez nem sikerült, ez a nyilazás, azt hiszem. Nézzek, egy pillanatra nem pihen, úgy ugrik bele a harcba emberünk. Hát itt konkrétan a mongol seregek... Csá! Hát mindegyiknek a tökére lépünk. Tehát ez egészen bizonyos. És van még, nézd meg ott szegény bajtársunkat. Hajóra? Jó, jussunk el a hajóra. Hol van az a hajó? Hű, az bőr, az jó, abban nincsen sok. 2009-ben köszöntünk nagy szeretettel, hello, hello. Jaj, ne mondd meg, refri! Ne mondd meg, mert lehet, hogy te nyered a mai nap folyamán a nyereményjáték során a roppant drága játékokat. Na, hát akkor evezgessünk. Mi a terv? A levosz! Köszönöm szépen a követést. Most mi történt? Ja? Oké. Okay. Megzavarták a hajó legénységét? Jó, keressük az élelmet. Hátha itt lesz. Ott lesz hátul, ezt már most megmondom. Figyeljétek meg. Figyeljétek, szavam, itt lesz... Ja nem, ez nyílvessző, bocsánat. Ez tiszafa. Bejebb kéne menni talán ehhez. Dobókés is van. Bőr. Szövetet kellene amúgy gyűjteni, már nem azért. Itt nem lehet keresztül menni? Nem lehet. Ajaj. Tapintható a fegyelem és a figyelem? Hát jó, hogy. És ez így van rendjén, kérem szépen. Csigáró? Valaki már csigárózik. Figyeljetek, hol van itt? Öt ember. Akkor roncsunk ki. Aja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 j
Majd még ezt is. Ó, hogy rohadjatok meg, nézd meg, és ott vannak az ijászok a francba. Ó, basszus. Na most kapaszkodjatok, mert jövök. Ezt a
most már nem ijászkodtak itt sokáig. Nem jó! Busó? Az teljesen más, várjál, az... Bár a szereptévesztésben vagyunk itt hirtelen. Hát ez nem sokon múlt, maradjunk annyiba. Ez rohadtul nem sokon múlt. Nagyon nem. Nagyon-nagyon nem. Echi no samurai? Echi no samurai? Oké, így mindjárt más. Most már megvan a hajó is, elvileg élelemért jöttünk, de talán ezen a hajón találunk majd valamit, az előbbi nem volt semmi. Mi fáj? Na várjál, azt mondja, hogy... Nézzük meg akkor ezt a hajót, hát ha lesz élelmiszer. Hát, hogy fönt kéne támadni? Hello? Hátba nem szúrunk senkit. Tehát az nem egy olyan dolog, ami opció. Sá! Nézzek, még a lelkét is ketté... Vágom. Azért szegény nyászok nagyon védekezni nem tudnak, megmondom őszintén. Tehát ők azért... Nagyon ki vannak itt téve a pengémnek, és hát valószínűleg nem örülnek. Ahogy látom. De tényleg az ijászok igazából semmit nem tudnak tenni ellen. Ez mi ez? Én ezt nem engedem szabadjára, hát felejtsd el, vagy ő lenne az élelem, amit meg kéne nézni. Egy mögötte vannak készletek. Oh, well. Hát srácok, mi legyen? Szabadon eresszük? Akarjuk? Szabadon legyen eresztve? De hát akkor meg is kell lőjük ám. Csak mondom, mert tuti fix, hogy meg akar minket harapni majd. Engedjük vagy ne engedjük? Mondjátok meg. Mi legyen? Mi legyen a sorsa a macinak? Legyen szabad? Többiek hogy vélekednek erről a kérdésről? Csak azért, mert B azt mondja, hogy engedjük ki, nem biztos, hogy kiengedem. Többiek mit gondolnak? Ugorj fel valamire, hát ha nem megy utánad. Ha. Megmarhult, megmarhult. Ajaj. Bocsánat, de kisikerült kerülni a jószágot, és ezáltal megkegyelmeztünk neki. Ez szerintem teljesen jó. Hadd kóboroljon itt. Hadd kóboroljon. Itt bent esetleg lehet élelmiszer, vagy bármiféle ellátmány, de komolyan. Jó lenne, ha lenne, mert elvileg azt keressük. Jaj! Nem, megkegyelmezünk a macinak. Hogyha már ilyen taktikusan közelítettük meg a dolgot, akkor most már nem eshet baja. Hát hadd őrizze a hajót, igen. Majd esetleg vissza akarnak jönni a bunkó mongolok, akkor majd legyen kivel szembenézniük. Hát te mit csinálsz itt? Te most nem azért, nem akarok beleszólni, de úzó barátunk az hol van? Valahol a hajó elejébe lehet, nem? Ja, lehet, hogy küzd éppen még. Mit csinálsz? Ajaj. Sá!
Megmentettük az életét. Godslayer official. Az micsoda tier 2-es volt. Nagyon szépen köszönöm, uram. Azt, hogy berecsentette. Nagyon szépen köszönöm. A negyedik hónap tier 2-t, uram. Hát ez egy végtelen méretű buktázás, pattintsatok oda neki. Nagyon szépen köszönöm. Hát egy Jézus Mária. Egy oktatást fellendítő kultúrhérosz. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszi, köszi. Hát egy csodálatos ember. Most itt mit csináljuk? Ugolj le a hajóra. Hát basszus, akkor ez. Biztos, hogy így akarták ezt? Nagyon köszönöm még egyszer, Godslayer official. Hát srácok, én nem tudom, tehát hogy ezt a szalma kalapot ezt nagyon gyorsan helyre kéne hozni. Neked megvan a magad baja. De figyeljetek! Azért... Ugye a társunknak szépen ki van vágva elől, hogy azért lásson előre. Nekünk meg hát igazából egy olyan a helyzet, hogy egy 360 fokos panorámaképet vagyunk képesek készíteni, tehát azért nem tudom, hogy van értelme, hogy egyáltalán rajtunk van ez? Hát simán beesik az eső, meg minden. Hát de most ezt jól látom. Srácok, miért nem sikerült betoborozni őket? Vagy ez most azt jelentette, hogy készen van? Ez azt jelentette, hogy készen van, ugye? Tehát, hogy betoboroztuk őket. Vagy nem toboroztuk be őket? Ja, igen, igen, betoboroztuk őket. Ja. Jó, oké. Jó, hova kéne nekem most menni, hogy jó legyen? Amúgy. Tehát hol van a következő main mission? Ez lesz az? A megtört kovács? Esetleg netán. Nem, én ezt már láttam. Tehát ez lesz a következő. Ezt jól be fogom szelezni, ugye? Ezt jól beszelezem. És már megyek is a lóval. Kolonel online, aki 18. hónapja itt van támogatói jellege. Köszönjük meg neki, és üdvözöljük nagy szeretettel. Sajnos ritkán tudok lejönni, de a hűségem örök. Jézus Mária, mint egy igazi szamuráj. Hát olyan az ember. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen, és egy elképesztő bukta halmaz neki. 18. hónapja itt. Támogatói jellege. Nagyon szépen köszönöm, uram. Egy elképesztően csodálatos legény. Nagyon szépen köszi. Kolonel. Nagyon köszönöm. Elvileg úgy néz ki a dolog, hogy el tudnánk oda menni, csak hát eléggé messze, messze van ez a helyszín, de majd a szél majd vezet minket, a vezérlő szél. Szépek ezek az apró Szent János bogarak. Hazamú déli részén lesz ez elvileg. Kellene egy út, ami oda visz minket, nem lenne rossz. Tyha. Hát mondanám, hogy nincsen olyan messze. Hát de nyilván hazudnék, tehát azért ez távolság, de biztos vagyok benne, hogy a játék azért kínál kalandokat az út közbe is. Ajaj. Inkább megpróbálom ebből az irányból, és akkor talán jobb lehet. Őzi kék, szevasztok. Várj, azt mondja, hogy erre kéne. Erre? Ezt a vezérlő szelet. Ott van. Na most a nagyon jó. Elvileg az lesz a helyzet, hogy... Merre van a szél? Te mit csinálsz? Várjál, itt valami... Katonák vannak extázisban, úgyhogy... Mongol sasok.
Ja, hogy úgy? Tehát ott ne sasoskodjatok itt. Nem volt egy jó ötlet ez. Rá kéne menni az íjászra. Te mit csinálsz? Meg lesz az, meg lesz az! Az az, így van. Vannak még? Igazából mindenkit megmentünk. Tehát ez egy ilyen móka. Sleepy Bo... Jesszus, várjám. Mikre vállalkozol? Elképesztő. Argenti, köszönöm szépen a követést, hello, hello. Na, akkor vele is megvagyunk, már hogy értve ez alatt. Három darab képességpont. Na. Három darab képességpontunk van, amit szerintem mindenképpen el kellene költeni. Tehát a három az a rohanócsapás, az nem rossz, villám, ja, várroham, bocsánat, határozott hárítás, erős lándzsa hárítás. Az nem lenne rossz. Az nem lenne rossz, mert a lándzsások azért kicsit olyan, hát na, nem kedvemre valóak, és akkor finoman fogalmaztam. És akkor legyen egy, hát legyen egy ilyen várroham is. Vagy legyen egy rohanó csapás. Egy várroham. Rökés sprintelés közben. Aha. Jó. Jó lehet. Jó, és akkor kellene még fejlesztenünk az alapállásokon is. Sodró csapások. Az meg még jobb, igen. Ez lesz az. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy ez volt a megfelelő hozzáállás, ebben egészen biztos vagyok. Legalábbis szerintem az én játékstílusomat illetően. Ezen még lehet-e fejleszteni? Vászon. De honnan a francból szerezzünk vászont? De most komolyan. Tehát itt nem nagyon adnak vászont. Csak készleteket. Jó, már csak egy kilométerre van az úti célunk, az pedig már lassan meg lesz. Mi ez a hatalmas falucska? Tehát valami össznépi kántálás esete forog itt fent. Annyira tetszik, hogy ilyen változatos amúgy az egész táj. Szinte minden egyes régiónak megvan a különlegessége, meg az érdekessége, de amúgy gyönyörű összességébe véve a játék. Tényleg nagyon baba az egész, úgy ahogy van. Szeva, Sleeping Fury, hello, hello. Jó reggelt az úrnak, és manyóka, köszönöm szépen a követést. Köszi, köszi. Ez itt mi? Ez egy mongol tábor. Ha minden igaz, ugye? Hát én ide benézek. Nem lehet. Nem akarnak beengedni? Vagy... Ha honnan menjek? Hát ezt nem lehet megtámadni? Vagy... Cucui bambusz gyakorló. Na. Ne nézzenek oda. Na most a tuti. Ja, de várjál, hát nem ezzel kéne itt ízni zsonglőrködni. Ja, így veszem elő a nyilat. Oké. Okay. Ez itt már egy másik variáció. Most ezt kinyitják, vagy nem nyitják? Vagy hogy megyek be amúgy? Van egy rés, ahol be tudom küzdeni magamat? Vagy... Hát nehogy már ezeket itt élve hagyjam. Srácok, nem lehet bemenni. Bambusz gyakorló? Mindjárt. Ja, de be lehet menni. Várj, itt van egy rés.
Meg akarja ölni? De most már nem akarja. Azt hiszem. Vászon! Na végre vászon! Hála az égnek. Egy kis vászon. Mire lejössz, halott vagy? Még valaki? Várj, itt rengeteg vászon van. Nem, ez dobókés. Az mi volt? Ez mi volt, basszus? Nem semmi. Istenem, megint basszus, onnan csaptam le. Azért szemét a játék, megmondom őszintén, mert ezek a mozdulatok, ezek írtozatosan jól néznek ki. Tehát amikor így lecsapsz érted az enemire, és végrehajtasz egy ilyen írtozatosan keményizéki végzést, az bitang jól néz ki, csak hát nem lehet. Tehát egész onnantól kezdve, ahonnan a játék rávezetett arra, nem szabad így hátulról megtámadni az embereket. Na már megint, ugye? Fene egye meg. Onnantól kezdve igyekszem úgy alakítani a dolgokat, hogy ne kelljen senkit az föntről lő. Ne kelljen senkit, tehát ne hátulról támadjak. Mert az ugye nem jó. Na hello. Ja, hogy te közbe itt, mi? Hát néha nem sikerül. Tehát van olyan, hogy nem sikerül, de alapvetően kezd... Tehát próbálom úgy alakítani a dolgokat. Nem tudom, hogy mennyiben befolyásolja a játék végkimenetelét, feltehetőleg azért valami értelme ennek a dolognak csak van. Ebben szinte, hogy egészen biztos vagyok. Jó, gyanítom, hogy felszabadítottuk ezt az egész kócerájt úgy, ahogy van. Jó lenne még több textilt találni, de hát az nem igazán van. Hol a paci? Rengeteg halott mongol után és több megtett kilométer után hősünk újra az útra lép, az egy igaz útra, a kard útjára. Masimaso? Ez ki ez? Nagyon agresszívan beszél. Hát ez mi ez? Várja, itt valaki valamit nagyon csinál. De én most nem csatlakozok hozzád, most nem akarok megtanulni szitározni, tehát hagyjuk ezt mostán. Jó legyen, Orfi, vigyázz magadra, hello. Na most ugye úgy néz ki a dolog, hogy elviekben... Itt, jaj, már megint ugratni akartam a lóval. Ha itt átverekedjük magunkat, vagy ott az a híd, ott is megtehettük volna. A Tiszafa mit keres Japánban? Mert hogy? Nem ős honos, vagy nem értem. Valami gond van a Tiszafával? Már nem is erre kéne menni, ha-hó. Menjek át itt ezen a hídon? Égest földig a fatelepet. Erről lenne szó? Ez az, ugye? Ah!
Hát mivel Tisza ezért tuti vagy? Édes Istenem már, ne viccelj már. Ne viccelj már velem. Hol vannak a többiek? Ó, jaj. Jó van, az megdöglött vala. A többieket kéne megkeresni, mert hogy ezek nem ennyien vitték ezt a tábort, az egészen biztos. Tényleg a tiszafa az elvileg... Náluk is működhet, hogyha minden igaz, nem? Colonel Online, én nem tudom. Én szerintem nem, de nézd meg. Nézd meg hát, ha esetleg. Digitális formában, de én nem gondolom, mert PS játékok azért annyira nem szoktak frekventáltak lenni. De aztán lehet, hogy tévedek ám, tehát ki tudja. Na, hello! De figyelj, vannak még itt? Vagy... Várja, vannak még itt. Hello! Ez micsoda taktikai csel volt, hogy fogta magát emberünk, és így átbújt ugye ezek alatt a száradó húsok alatt. Ezek nagyon, nagyon körbeálltak. Ja, hogy ez ennyi? Oké. Okay. Tehát ha nem úgy küzdünk, hogy külön-külön, akkor balhé lehet belőle. De csúnyán körbeálltak, az a baj. Ezt el kéne kerülni most. Azok az enemik, akikkel már leszámoltam, azok nincsenek, ha jól látom. Azaz, némi acél, vas. Ezt a kódszerájt kellene porig égetni, elvileg azt mondják. Ő ellenséget rövid íjjal. Várjál, mik voltak még? Azt hiszem, hogy nem vigyáznak eléggé a zászlócskákra. Oké. Szerezd vissza az elrabolt vasat. Csigáró! Aj, nem jó! Ajaj, most nem kéne elszúrni. Melyikkel hárítom azokat a támadásokat? Jajajajaj, bepörgött a srác. Egy kissé. Vanyek. Nagyon gyorsan el kéne ezekkel bánni. Az a baj, hogy közben folyamatosan lövöldöz az a rohadék, és ebbe bajok lehetnek. Jaj! Ezt is már ugrani akartam. Ne! Hajj meg! Basz! Istenem, de egy rohadt ez. Elég sokan vannak a fene egye meg, elég sokan. Jó, de már nem maradhattak olyan sokan. Az elrabolt vasat kéne még visszaszerezni. A zászlókat kéne összegyűjteni. Töltsük fel a készleteket. Először. Aztán rámegyünk itt a maradék harcosokra. Ott van fönn az egyik zászló, azért föl kell menni valószínűleg.
Hát ez remek volt, mit ne mondjak. Azaz. Öltem ellenséget is a rövid díjjal. Tehát ez így most már nem annyira rossz. Tehát hát ha lesznek ilyen bónusz cuccok. De most mit csinálsz? Kapok még egy nyilat végen, basszus. Ez így nagyon nem jó, de miért vagytok ennyien? Srácok, ez egy 80 ember érted jön rám. Lehet, hogy ez túl nehéz ez a küldetés, nem gondolom, de valami oka van, hogy itt ilyen gyorsan elvérzünk. Nem öltem ellenséget rövid íjjal? Hát egyet már öltem. Jó, oké, ezeket az ijászokat nem érdekeink kiiktatom, tehát bármi is legyen, ez túl sok, hogy itt izé rontják a levegőt. Köszi szépen az ismeretterjesztést, Cactus Mark, nagyon szépen köszönöm, most már mindent tudunk a tiszafáról. Mindent is. Addig el tudok lőni, vagy nem tudok ellőni. Nem tudok. Azaz, egyel kevesebb. Ez így már nem annyira rossz. A többiek azok jönni akarnak, vagy mi van? És ott van fönn az a rohadék, az a baj. Vele kéne végezni, mert rengeteg nyilvesszőt belénk pumpált. Az a baj. Hát én összecsapok, kész, valami lesz. Maximum elmenekülök egy kicsikét hátrébb, és szépen egyesével majd őket. Azaz, egyre kevesebb. Na gyere öcsém, gyere! Szépen megtéveztem őket. Azaz, eddig jók vagyunk. Jó, srácok, ez így már szerintem meg lesz amúgy. Ha minden jó megy. Nem akarom elkiabálni, de még a végén jó is lehet. Hát ha nem szúrom el, ugyebár. Na. Az anyád! Te mióta tudsz ilyet? És most kéne egy kicsikét hátrálni, hogy ne legyen baj. Jó, többiek? Már csak a nyilas van? Már csak a nyilas, ugye? Hopp. Most hát csak nem döglünk meg. Ez mi volt? Bad? Na elmész szám az édes anyádba, de most komolyan, hát tehát nyomom érted egyrészt a lefelét,
Már konkrétan szinte mindenkit izé kiirtottam ebből a kis falucskából, hát most már tényleg a földet teszem egyenlővé ezt a fatelepet. Én nem tudom, hogy mennyi XP-t kapunk ezután, de hogy kapjunk bőven, az úgy gondolom, hogy indokolt. Hát most már azért a lófűtnek is van ám vége. Hát ez mi ez már? És idegesítő, mert nyomtam. Higgyetek, egy nyomtam a lefele gombot, hogy híleljen a rohadék. És nem akarja, nem szeretnek engem sajnos, de hát nem is érdekes az. Csigáró, az. Kapsz mindjárt olyan csigárót. Véged lesz, mint a botnak. Téged is megcsigárózunk odalent. Aha, hát ha sikerül, ugye bár. Úgy, Nibiza. Vártuk, itt még van valaki, de hogy ki az? Ja, egy rohadt íjász odafenn, mi? Azzal elbánunk. Oké. Az a szép az egészben, hogy ezek még jönnek, érted? Tehát, hogy... Tehát nem elég, hogy ennyi van, de van még több is. Ennek ezt megcsinálom, ezt a compoundot, komolyan mondom, ezért. Mennybe megyek. Ajaj. Jó, biztosra megyünk, biztosra. Eddig rendben vagyunk. Hol van? Hol van a... Hát fölmegyek érte, komolyan mondom. Na tessék! Ezt most már be lehet fejezni itt a hülyéskedést. Srácok, működni fog ez? Tehát nem túl nehéz ez a... Ez a küldetés nekem? Már nem akarok itt beleszólni, de hogy... Ez így van betervezve? Megoldom én ezt is, nincsen ezzel semmi gond, csak hát azért elég erősek. Elég erősek ezek a gonoszok. Jaj! Hát jaj. Ég a művész, hát magamat gyújtom fel, basszus. Jó, van még egy zászlónk. Elvileg egyetlen egy zászló kellene még nekünk, hogy miénk legyen a helyszín. Hol lehet ez az utolsó zászló? Mint hogyha fönt lett volna az egyik íjásznál, nem? Na te is mutasd magad. Hát mindegy, ezt a sebzést ezt bevállaltuk. Hát Istenem, nagy ügy. A vasat meg még vissza... Azaz, a vasat is visszaszerezzük. Hány darab vas kell ahhoz, hogy... visszaszerezzük a vasat amúgy? Vagy az már megvan? Azért nem írja, vagy... Mi lehet itt a háttérben? Azaz. Hát majdnem sikerrel jártunk. Elvileg itt lesz fönt valami, amit meg kéne nézni. Szerintem ez lesz a tábornok... Itt a kócerájba. Csigáró. Ő az. Azaz, remek volt. Azaz, és ott a vezér. Már csak öt kell, hogy a szélállást fel tudjuk oldani. Nagyszerű. Mi kell még? De most tényleg szeretném megkérdezni, mi kell még, amit itt végre lehet hajtani? Van még valami jelzés? Ja, oda fent a zászló. Az lesz az. Azért gyorsan fölmászunk. De srácok, ha-ho! Tehát szerintetek javaslom bizonyos bombát, vagy mi? Ah! Igen, mert azt elfelejtem mindig dobálni. Ez jogos. Megvannak a zászlók. Ő egy ellenséget a rövid íjjal. Negyom Harsinta!
Hát ez lehet, hogy nem ezen fogjuk ezt kipróbálni. Hogy várjál? De menj már! Menj már, légy szíves anyádba! Hát... Kellett nekem itt izé rövid íjjal hülyéskedni. Nem, én akkor is megcsinálom, nem tudom, hogy mennyi lehet ezekből még, de itt valami lesz. Íjjal őrt kell megölni a bónuszhoz. Fekete porkészletet is el kellene pusztítani. De hogy a rövid íjasat, azt miért nem tette most lehetővé amúgy? Mármint, hogy értve ez alatt, hogy kettő darab ölésem volt vele, ha minden igaz, vagy egy bizonyosan. Lehet, hogy nem lenne rossz ötlet, hogyha innen követnénk ezt el. Vannak egyáltalán még ebbe a táborba? Tehát így emberek, akikre így rá lehet menni. Na. Hát azok lehet, hogy ott pukkannak. Ja. Hű, mennyien vagytok? Jaj, értem. Tehát ennek igazából nem használ a... Jaj, várjál, valahonnan lőnek. Aha, valahonnan, onnan. De ez hol volt, vagy melyik volt? Ja, onnan fentről, basszus. Oké. Remélem ezt a killt, ezt jóvá írta. De nagyon remélem. Kockázó, szevasz. Hello. Na most sikerrel jártunk, vagy? Pedig megpróbáltam kimaxolni teljesen a dolgot. Lehet, hogy utána kellett volna felgyújtani. Hát minimum egy technika pontot ezért a küldetésért, mert ez tényleg nem volt egy egyszerű történet. Hát köszöntsétek nagy szeretettel Dr. Gábort, aki Mr. Gábor. Hát igen, Hattori Hanzo küldetésem, vagy új technikák érhetőek el. Oh, well. Na nézzük, akkor melyiket kéne fejleszteni szerintetek? Mentsd meg magad a vereségtől, amikor megsebesültél. Ja, hogy aha! Tehát amikor véletlenül megdöglenénk, akkor van még egy esélyünk. Na ez mindenképpen. Ez szerintem nem egy hülyeség. Sőt. Most mi történik itt? Valami van. Ja, hogy ez csak egy ilyen jelenet. Milyen bitang jól nézett már ki. Igen, ez tulajdonképpen egy self-revive kit. Akárhogy is nézem. Jó, nézzük azt mondja, hogy hova kéne mennünk. Ez lesz itt, ugye? Ez lesz itt az. Hát elvileg be van már szelelve, úgyhogy az jó lehet. Jó, be van már szelelve, és itt van mellettünk, úgyhogy szerintem sokat már nem kell menni. 170 méterre igazából. Itt lesz valahol. Felgyújtottuk az egész kóceráit, úgyhogy rengeteg XP-t szereztünk. Van egy titkos kulcsmondatom amúgy, aminek segítségével sokkal több XP-t szerzek, és erősebbek a támadásaim. Tudjátok, ismeritek, hogy az melyik?
Van olyan, akinek ez megvan? Nincs mi? Annyit mondok ilyenkor, amikor harcra készülök, hogy Maniko mana niko mana naerei. És onnantól kezdve figyeld. Somi Dobi, köszi szépen a követést. Unique Warrior, neked is köszönöm. Iceman, ugyancsak köszi. Köszi még egyszer mindenkinek. Egy ismert szaképfőző? Nem árt, hogyha van ilyen az ismerettségünkben, mert összebarátkoztatjuk Júzóval. Ez a bókás se fazon ez. Na. Ó. Oh. A megtört kovács. Ryuga Vagateki Vagatekivo Kurau. Hát, Oli, biztosan igazad van. Biztosan igazad van. Jelentsen ez... Hát... Hát, de mit csinál neki? Ez a szaké kocsi? Hát jó barátságban lesznek Úzóval. Ők gondoskodok róla, hogy berúghassanak, és meghagyják az életét. Ez egy kiváló. Kiváló üzlet amúgy. Na. Ne kell csak feltűrés, ez hogy csináljam amúgy? Nem keltek feltűnést. Így meg aztán pláne nem, ha így megyek végig, még a derekam is megfájdul a végére, de nem keltek feltűnést. Na, srácok, ez az a mozdulatsor, amit 40 évesen örülnétek, hogyha megcsinálnátok. De tényleg. Tehát amikor reggel úgy kelsz ki az ágyból, hogy fáj mindened, és kb. Fél órát vesz igénybe a bemozgatás, ugye? Ez a bemozgatás fázisa. Akkor örülnétek egy ilyennek, hogy tudnátok egy olyan 30-40 métert menni így, így behúzott háttal meg derékkal. Na most mi a tervünk? Én ide bemegyek, jó? Itt meglapulok. Hát nem kéne átkutatniuk a kocsit, mert akkor egy harcolás lesz. Viszem a szakét! Á, kell nekik az a szaké, kell nekik. Figyeljétek meg, a végén lesz baj. Jó, vannak ilyen átlagon felüli esetek, Lipszis apóka. Vannak ilyen átlagon felüli esetek, ezeket úgy hívják, hogy szuperemberek. Na most én a szuperemberek táborát nem erősbítem, maradjunk ennyibe. Én még csak 34 vagyok, de már érzem, hogy baj lesz ebből. Na most, hogyha ezek kinyitatják a kocsit, akkor az hozzá, hogy egész bázissal kell megküzdenünk amúgy, hármunknak. Hát engedjetek már be, mert megmelegszik. Na igen, az is egy változat, amit Ilozsik ír nekünk, hogy amikor csak ilyen pozícióba tudsz működni reggel. Tehát az se egy fáklyás menet. Valaki feldűjtette a mongolokat? Isten, de jól néz ki amúgy. És utazunk a szakék között. Na, olyan részegek legyenek, mint a csap. Magukról ne tudjanak. Kapaszkodjanak fekve. Na, Juna, hol vagy?
見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。万が一にも敵に見つかったら。szépen elrejtőzünk a pampa fűben。Jó, hogy nem veszel észre? Ezek mit csinálnak? Igen, ő lesz a tábor főnöke. Ó, őt kéne követni. Na most a kérdés az, hogy... Hogy merre amúgy? Tehát, hogy én most leugorjak és így magamtól? Vagy hogy kéne? Hopp! A basszus. Remek ötlet volt. Innen oldalról fogok támadni. Ott megy. Ne ijesztegessél már innen hátulról. Hát azt hittem már valaki. Ott van emberünk. Mi a terve ott amúgy? Ott áldig áll csak? Vagy le kéne csapni rá? Vagy mi legyen? Figyeljük meg ezt a kis beszélgetést. Amiből igazából sok mindent nem értünk, mert ők ugye mongolok. Zanoyotón, ennyit mondtak egymásnak. Jajaj. Jújjúj. Na ott van, hát most már ne. Hát észrevesznek, basszus. Itt keresztül tudok menni? Remélem igen. Itt a pampafűben meglapulok, elég közel vagyunk. Most mit csináljuk? Csapjak le rá, vagy mi legyen? Nem, mert megy tovább, igen, követni kell. Teljesen jó irányba vagyunk amúgy. Azzal vigyázni kell, igen. Azzal, az borzasztó lehet. Na basz. Csigáró! Nem lesz semmiféle csigáró! Anyádat csigárózzad! Na most emberünk hol van, amúgy? Ide leugrok, baj le... Ja, itt van, jók vagyunk. Utánunk csigárózott, vagy nem jött? Nem jött. Hát nem tudom, hogy hol kéne leugrani, hogy az jó legyen. Júj, csigáró! Okay, ez itt jó lehet. Valószínűleg, Lipszi sapok a most vitatják meg. 3-2-t fog hozni a Debrecen. 1000%. Tutifix. Tutifix, hogy 3-2. Hát mint az arany meccés, 3-2-es arányban nyernek. Na? Fogja magát, ezt tovább megy. Mi az, hogy elmenekül? Kiskutya fülét menekül. Nem menekül! Hát most döntsük már el, hogy mit akarunk. Tehát, hogy most elmeneküljön, vagy ne meneküljön el. Hát... Jó, van, megriasztottam egy kissé. Ez... Tény és való. Ha én átugrannék, mondjuk teszem azt... Erre a házikóra, az jó lehet? Hát persze tele van mongolokkal, hát ez egy bázis. Hova szeretne menni ez az ember amúgy? Várj, ott rengeteg pampafű van, de az nem jó, meg rengeteg katona. Banyák, most hova fog ez menni? Hát, ott is egy őr. Hű, gyerekek, ez itt nem lesz egy fáklyás menet. Itt meg leszünk csigarózva, mint a szél. Á, nem. Itt minket megcsigaróztak. De figyeljetek, honnan kéne támadni? Bal oldalról? Honnan a francból támadjam meg ezt az úriembert? Tehát merre kéne haladni? Ugye, ott van.
az ember. És... hát a fene tudja basszus, hogy hogy kéne ezt előadni amúgy. Vagy elcsigarózzak itt mellette? Ha basszus, menj már a francba, de tényleg. Á, ez pont itt volt mellettem. Srácok, mi lenne a jó útvonal, de tényleg? Ahol meg lehetne ezt oldani, ezt a feladványt. Én értem, hogy csendesen kell lenyomni, nincsen azzal gond. Úgy is szeretném. Csak... ajaj. Csak az a baj... itt még nem lehet kimenni. Ki lehet? Nem lehet. A fenéket... most meg el fog menni, érted, a izé? A gazvezér. Jaj, ott van egy. Orega nani o sta? Negi yo harsinta. Che yo harsa? Hitori da. Nigasanai yo. Ne! Hát majdnem. Majdnem basszus, a fene egyen meg. Igen, de olyat meg nem akarok, mert nem akarom csendben megölni őket. Tehát az úgy bajos lehet, de szerintem talán ez egy jó irány lehet, nem? Na várjál, lehetőséget kaptunk a játéktól. Ez így jó lesz. Ez így jó lesz. Ez most mit csinál? Aha, oké, sikerrel jártunk. Azt a kutya, mint néni azért nem viccelt. Fogta magát, az egy... eldurrant az agya. Jó tette amúgy. Szívni tatszó. Murida. どうせ捕まる 逃げられやしない この人は世界人 守ってくれるよ タカ 信用してくれ 力を借りたい励んでみます Sikerül őt is valószínűleg magunk mellé állítani, hát főleg, hogy megmentettük az életét, nagy valószínűséggel azért iszonyat jó amúgy. Hát ez nekem kedvenc játékaim egyike lesz amúgy. Ezt én már látom. De valami iszonyat jó amúgy. Csibu Miau, köszönöm szépen a követést, és üdvözlünk itt nagy szeretettel. Szia! Hoppá, valami van! Ajaj. Helyzet van, srácok, helyzet van. Szituáció van. Szituáció. Hát hogy hová menjünk? Valahova. Az útkereszteződésnél lenne a haver. Ja, mindegy, kisikerült menekíteni, úgyhogy ráadásul nem kellett összetűzésbe keveredni szinte senkivel, kivéve ugye a tábor parancsnokával, de hát annak meg hullania kellett, ez így megy. Hát igen, egy igazi hitman vagyok, Szabakuno, egy igazi hitman. Elvileg itt lesz a fószer a kereszteződésnél. Na jó, hát akkor ezeknek viszont nem kegyelmezünk. Gyertek csak, kutyák! Ajaj. Elfelejtettem, hogy mivel lehet kivédeni ezeket a... amikor kéken világít a cucc. Melyik gomb is volt az? Vagy az így random vagy kivédi, vagy nem? Kérdés jó, de... azaz, ez már működik.
Jó, azt hiszem, hogy ezekkel leszámoltunk. Talán nincs már több, ugye? Vagy van? Oké. Okay. Hát Orlédi, nekem ez nem tűnt fel. De srác, mi tényleg azt mondta? Biztos nem azt mondta. Hát nyilván nem azt mondta. Hát de... Hát én nem tudom. Nem, de milyen csöcsöket emlegetett? Elég sokan érkeznek itt, azt hiszem. Elvileg itt kéne lenni a csókának a kereszteződésnél. Ti hova siettek ennyire? Ha-ho! Halló! Ajaj. Jó, én megyek arra az ijászra. Az a biztos. Várjátok, hogy volt a dobó késezés? Hogy ez nem megy akármikor? Nem emlékszem, hogy hogy volt a dobó késezés, ezt lehet, hogy meg kéne nézni. Vízállás. Elvileg ott van még egy-kettő, de ez... Hát, és ezt nem védte ki. Jaj, nem jó. Nézd, és ez a rohadék szurkál hátulról, hát komolyan mondom már, itt hányan vagytok? Basszus, nem jó, meghalok, tudtam, hogy meghalok. De sokan vagytok. Hogy volt ez a dobó csillagot? Most hol a bánatban vagyok? Hogy volt a dobó csillagozás? Azt meg kell néznem. Azt mondja, hogy... Oké... L és R1. Jó. R2... Balra... Figyeljetek, az hogyan is van az? Kőállás, az egyértelmű. Ilyet is tudok, de durva. Na mindegy, akkor megvan a dobócsillag, oké. Okay. Hát sokan vagytok rosszak, a fene essen belétek. Sokan vagytok rosszak. Nézd, hogy beijesztett először? Na jó, az most mindegyik kötők megdögli. Ajaj. Most mi történik? Ja, hogy a vízállás hatékony pajzsharcosok ellen. Valahogy be kéne jutni. Ja, hogy ott még lövöldöztök. Oké, értek mindent. Az jó, az remek volt. Most ez teljesen komoly, ami itt történik amúgy. Na végre. Ezek valamiért nem akarnak kijönni hozzám, pedig én nagyon szívesen összecsapnék velük. Köszi szépen, kiklippeltétek. Várj, én ezt megnézem. Gyertek csak, kutyák! És tényleg, határozottan igaza van a művésznőnek. Hát én nem tudom, hogy ez hogy került bele a játékba. Hát ez érdekes. Hát nyilván nem ezt mondta, de azért meglehetősen áthallásos. Figyeld meg azt a vezért. Ilyet még úgyse csináltunk. Hoppá.
megtörtént. Azaz, addig mutogattuk egymásnak, hogy milyen kemények vagyunk, míg hát aztán... Basszus. Baj van itt. Itt baj van. Hát ez jó lesz védekezni, srácok, mert itt ebből baj lesz. És tudod, miért szemét a játék? Mert amikor éppen készülünk megdögleni, akkor konkrétan a rángatja a kontrollert, mint az állat. Tehát érted? Tehát így az utolsó csepp vérünkkel küzdünk, és rángatja a kontrollert. Hát mintha muszáj lenne. Hát lehet, hogy meghalok most megint. Na gyertek akkor, most valami legyen már. Na jó van. Ilyenkor megy fel az életerőnk amúgy? Tehát így magától? Vagy ilyesmire nem számíthatunk? Hát ott még vannak ilyen kószáló legények. Na most nem kéne megdögleni. Hát ezt most nem vállalom benne, arra ugyatok. Kell a heal. Oké, meg lesznek ezek, hogyha ügyesen küzdünk, akkor még akár jó is lehet. Ah! Na majdnem. Azt mondjátok, hogy sikerült? Hát ez könnyebb volt, basszus, mint az iménti fatelep. Hát ez a fatelep az valami iszonyat volt. Lehet, hogy rossz irányból támadtunk, vagy a fene tudja, hogy mi lehetett ott a gond, de... Nézd, a lovacska elszaladt, de hadd menjen. Nézzünk körbe itt, hát esetleg van némi nyersanyag. Nem lenne hülyeség amúgy. A bombákat is kéne használni, hogy ez hogy is volt a bombának az eldobása? Ezt amúgy nem szerettem a PlayStation-ben, tehát a mi kontrollerben, hogy folyamatosan ilyen kombinációkat kell nagyon gyorsan elsajátítani, mert hogyha ezt nem teszed meg, akkor... Tehát nem úgy van, mint egy klaviatúrán, hogy megnyomod a tököm tudja milyen gombot, aztán hello. Sokkal egyszerűbb volna a móka és a mutatvány. Viszont szerintem most már lehet fejleszteni az öltözékünkön, hogyha minden igaz. Bizony, hogy lehet. Most fejlesztettem? Vagy mi történt? Ennyi? Ja, hogy páncélkovácsot kell keresni hozzá, basszus. És hol van egy páncélkovács? Ott a francba. Hát az nagyon nagyszerű. Oda nem lehet vissza fast travelözni? Van ebben a játékban egyáltalán fast travel? Eddig annyira élveztem, hogy bóklászok, hogy nem is igazán éreztem szükségességét, de van itt olyan, hogy fast travel? Szerintetek? Ja, a jelenlegi feladat során a gyors utazás nem elérhető. Oké, akkor elvileg van. Elvileg van fast travel, az nem rossz dolog. Vissza fogok menni szerintem fejleszteni a páncélunkon. Kenjit kéne megtalálni a keresztútnál, aki viszont... Hát a franc se tudja, hogy hol leledzik. Kenji a keresztúton. Hol a bánatban lehet Kenji? Itt a keresztútnál, vagy hol?
Aha, erre lesz, ha minden igaz. Akkor ezek szerint van gyors utazás. Jó, oké, ezt meg fogjuk nézni, hogy működik-e, csak előtte még ezzel a Kenji gyerekkel össze kell beszélnünk. Abból az ügyből kifolyólag, hogy segíten nekünk ő is, vagy sem. És már itt is vannak. Na, hello. Nyugodjatok meg. Kenji da yo. Taka! Yatta na! Tsukerareta ka? Ie. Demo mou uchi ni wa modoremasen ne. Achikochi mouko darake desu. Sa, iku yo. Azamo ura kara sukoshi demo hanare yo. Hogy itt van a lovacskám is. Oké. Most vissza lehet menni? Vagy mi a tervük itt? Kenji az úton már túl van a dolgon, és nélküle száll az idő. Lipsi sapóka, igen. Ahogy mondod. Ahogy a híres KFT együttes elképesztő nótája. Macska az úton már túl van a dolgon, és nélküle száll az idő. Hát tulajdonképpen ilyen szépen még nem énekeltek meg egy olyan történetet, ami egy elütött macskáról szól. Ilyen baromság, hogy hogy juthat eszükbe. Na most elvileg jók vagyunk, de még megy a storyline, ilyenkor nem tudok vissza fast travelozni, szerintem legalábbis. Mondjuk az is eredmény, hogy már megvannak a nyersanyagok, tehát ez itt teljesen rendben van. Hát igen, Lipsi sapóka. Én imádom a mai napig néha, amikor így berakok egy-egy olyan nótát, mint a Volvo például, azok így határozottan jó kedvre derítenek. Na azért akárhogy is nézem, ez tök jó, csak tudnánk visszajutni, fölfejleszteni ezt a páncélt. Az autó temető? Srácok, kérdeznék valamit, hogy 4 órától folytassuk majd a Ghost of Tsushima-t, vagy 17.30-tól, melyik lenne nektek jobb? Mert aztán csinálhatjuk azt is, hogy egy 2 órát ebédelek, meg dolgozok ugye a cuccokon, és akkor 17.30-kor jövök. Tehát így bármi mehet, de már lehet, hogy 4-kor elkezdjük. Tehát ez egy ilyen móka. Száll egy pofon a szélben? Ismerem az összeset, úgyhogy... Na várjál, valami... Hoppá, hoppá, hoppá! A hajthatatlan szél. Ez vagyok én. A hajthatatlan szél. És legalább... Na, ez viszont nem rossz. Ez viszont nagyon nem rossz. Válasz új szellemfegyver. És mi van, ha nem akarok? Tapadós bomba. Oda tapad? Az nem rossz. Füstbombát azt hagyjuk, nem fogunk itt ezért füstölgetni. Jó. Hosszan az X. Gomb. Milyen gomba mondja? A gomb a vásárláshoz? De nem akarom elkölteni ezt a képességpontot, nyugi. Hát ez azért túlzás lehet. Inkább azt mondanám, hogy fejlesztünk a kardocskán. Na most lesz, és a kardon is lehet. Jó, azonnal meg kell látogassunk, srácok, egy izét. Azonnal meg kell látogassunk egy határozott hárítás, kikerülés. Hát nem tudom, hogy melyik legyen. Legyen... Ez jó lesz. Ez jó lesz most. Most azonnal meg kell látogassunk egy... Hát mindennel elhalmoz minket a játék, hihetetlen. Meg kell látogassuk azt a fejlesztő helyet. De nagyon gyorsan. Ide vissza tudok menni?
Gyors utazás. És így van. Ez jó lesz. Oké. Én lehet, hogy már előbb elkezdem, srácok, majd meglátjuk, jó? Valamelyik lesz. Valamelyik lesz. Minden esetre, ami biztos, az az, hogy én most fejleszteni fogok, mert nagyon is ráfér a karakterünkre. Tehát legyen erősebb a csapása, meg a vértezete talán egy kicsikét strapabíróbb. Eddig relatíve keveset fejlesztettünk, szerintem. Max a képességeinken sokat, de hol volt a kovácsunk? Valahol itt üldögélt, itt fent. Ő lesz az. Na nézzük, azt mondja, hogy a katonámat mindenképpen. Oké. És a páncél... De várj, ez fegyverkovács. Páncélt is tud? Emberünk szerintetek? Van itt olyan ebben a kis falucskában, aki a páncélunkkal... Várjál, ott lesz arra, igen. Aki a páncélunkkal képes valamit kezdeni? Ő lenne az? Nem ő az. Ja, az íjkészítő. Mert hogy az íjunk lesz jobb. Oké, azt is fejlesszük. Volna még néhány ötletünk, de telhetetlenek nem lehetünk. Így hát lassan elmegyünk, mert tele van a tökünk most. Lépszi sapóka. Ja, Istenem. Na nézzük azt, hogy a rövidi. Azaz. Ez nagyszerű. És hol van a páncélkovács amúgy? A páncélkovácsot még meg kéne sasolni, hogy... Ő hol lehet? Várj, ott fönt van valami ellátmányszerű dolog. Ezt nézzük már meg. Mi füstölög itt? Hát ez nem az. Jó, hol lehet a páncélkovács? Nézzük már meg. Kalapács és kohó. Na várjunk csak. Ez itt egy main mission. Ha-hó. Hát ez itt egy main mission. Ez az egyik. Másrészt meg... Na jó. Nézzük meg azt, hogy... Fene akart innen kimenni. Elvileg az öltözékemet is kellene. Sisak opciók. Hát nekem ez tetszik. Tehát maradjunk ennyibe, hogy ez tetszik. Na nézzük azt, hogy a páncél opciók, fejlesztések megtekintése, nincs elég nyersanyag. Tehát 250 készlet. 250 készlet kell hozzá. Azért az elég sok, úgyhogy szerintem ennyit tudtunk. Ha jól gondolom. Legalább látnám, hogy melyik jobb. Jó, maradjunk ennél. Ez kicsit olyan csapzott, megtört szamuráj, de nekünk ez jó lehet. És elvileg itt volt nem messze egy main mission. Kalapács és kohó. Na ez lesz az. Ide fog minket vinni a szél. Dehogy billentyűzette. Nem. Nyilván nem billentyűzette. Az ott egy készlet volt. Hát azokat innentől kezdesen is föl kell venni. Minden áron, mert különben nem lesz nekünk páncélfejlesztésünk. Na hello! Hello! Szevasztok! Üdvözlet Breki úr TV! Köszöntünk benneteket nagy szeretettel! Hello! És Krusova, üdvözlünk nagy szeretettel téged is, Haligari! Hello! És köszönöm szépen nagyon a rédet! Köszi! Köszi, hogy meglátogattatok minket! A szelet követjük amúgy természetesen. Ha minden igaz. Ezekkel pedig elbánunk, jó? Aha, egy kicsikét jobb akardunk, igen. Ez tény és való. Nézd meg az íja a hadonászó hátulról. Na. Nyugi. Nem látom, basszus, hát engedjed bár látni, hogy ki ellen küzdök az anyád iskolát. Ját.
Nem éppen sikeres itt a mutatvány. Na de majd most. Még azt hittem, hogy ez betalál. Na úgy. Úgy biza. Gyere, pacim. Hol vagy? Szevasz, Cleefly! Szép délután neked is. Hello, hello. Elvileg úgy néz ki a történet, hogy erre visz minket a szél. Az mi volt ott amúgy? Az mi a bánat? Nézzük már meg. Ezt mind elolvassa? Ezek a tori kapuk az arany hegycsúcs szentéhez, Amaterusznak a nap kamiának szent helyéhez vezetnek. Hát... Na. Hát... Medve. Ajajajaj! Jaj, basz! Ne! Hát basszus, azt hittem már egy pillanatra, hogy ez a medve kivégez minket. Hol a ló? Ló? Erre jók leszünk, srácok? Ha már megint van itt valami... Csigaró, már megint meg akarok csigarózni minket. Én egy olyan jótét lélek vagyok, egyszer mindenkit megmentek ebbe a játékba. De tényleg, tehát egyszer mindenki megkapja magáit. Majd értve ez alatt, hogy felszabadítjuk őket. Titi, szevasz! Hello, hello, köszönjük Titinek, köszöntsük nagy szeretettel, hello, hello. Medve sajt lett belőle? Hát most ez... Az egy dolog. Az ott micsoda ott amúgy? Ja, piros növény, igen. Abba annyi van, mint a rosszabb most már. Tehát ezt túlzásnak érzem, hogy elmenjünk érte. Jó reggelt, messzi, hello. Merre visz a szél? Ebbe az irányba. Itt ezen simán átkelünk, hogyha... Lehetséges. Jaj, ne! Megint ugratni akartam a lóval. Erről már nem tudok leszokni. Basszus. Komacu. Komacu városa lesz a következő amúgy, amit megnézünk. Nem tudom, hogy láttátok-e a Hülyék paradicsomat című filmet, amiben hát tulajdonképpen arról volt szó, hogy hogyan hűl el a világ. És az Egyesült Államok elnöke egy birkózó volt. Komacsó. Komacsó névre hallgatott. Birkózó és ex-pornósztár. Hülyék paradicsoma, nézzétek meg, de visítani fogtok a rögéstől. Hát annyira hülyék lesznek az emberek, hogy energiaitallal öntözik a növényeket, hogy hát ha attól már jobban nőnek. Zseniális a film, amúgy tényleg. Sasoljátok meg. Krokika, 25. hónap, jubilál a művész úr. Srácok, egy elképesztő bukta rohamot, egy hihetetlent. Recsencsetek oda neki, nagyon szépen köszönöm. Köszi a támogatást, ura. Hát egy, hát ilyen elképesztő magaslatokban szárnyaló lény nem is létezik, mint Krokika. Köszönöm szépen még egyszer. Köszi. Na most elviekben, ha minden jó megy, akkor oda most le tudnánk menni, ugye? Elvileg az lesz a feladat, hogy oda le tudjunk valahogy kúszni. Itt van egy út. Ezen még az is lehet, hogy le tudunk lovagolni oda. Igen, az elektrolitok. Így van, pontosan. Mer azok, igen.
Bizonyám. Bizonyám. Most jó helyen járunk, vagy? Kutasd át Komacut, Juna és Taka után. Jó. Ja, hogy ez egy mongol terület. Hát ez nagyszerű lesz. Tehát egymagam, mind a kis ujjam, egy egész mongol hordával kell, hogy leszámoljak, ugye? Ez egy kemény világ, azt kell, hogy mondjam. Ez mi volt? Az mi? Mi ez? Ja, hogy ég a tűz bent. Ó. Oh. Hát ezek itt kemencéket gyújtogatnak föl. Hogy valamit csinálnak benne, az egészen biztos. Úgy lobog a tűz. Az bizonyos. Na vászon, az jó. Jó, néhány katona sziluettje sejlik fel a távolban. De hát ezeket ki kell hívni. Na mi van? Elcsesztem már megint. Ja, hogy egyszerre többet is. Jó, és azért páran lövöldöznek még, tehát... Vagy ő velem van, vagy... Hát ő lehet, hogy velem van, tehát őt nem kéne... Nem kéne bántani, ugye? Na majdnem. Ne nyilazgassál, mert mi vagy itt? Tel Vilmos, vagy micsoda? Azt hiszem, hogy megtaláltuk. Na, hello. Hát rég láttam amúgy. Hát, no MRK nem úgy sikerült, ahogy én azt gondoltam, megmondom őszintén, de aztán végül a művésznő túlélte. De ebben a vérzivataros időszakban, amikor a mongolok lerohanják Cucumát, Cusimát, akkor ugye egy-egy nyilvessző, nem a világ. Ja, hogy te is lelőtted volna, de azért kiröhögsz. Jó van. Jó van. Jó van, megjegyeztelek. Most megjegyeztelek magamnak. Nagyon. Na most elviszi a többiekhez. Nem tudom, látszik, hogy milyen színe van ennek a szörpnek. Tehát én nem tudom, srácok, hogy ez mi lehet, de hogy nem egyszerű, az biztos. Kaptam a páromtól. Lehet, hogy zöld almás. De az is lehet, hogy pakson köpülték. Ezt nem tudom. Nem tudom pontosan. Hogyha furcsa állapotba kerülnék rövides időn belül, akkor nem tudom, valamit csináljatok. A zöld alma leve is sárga. Igen, Gabi, most ebben nem feltétlenül kell belekötni. Ebbe is, ugye? Na, de csak viccelek még, mielőtt komolyan veszed. Na, oké, őt is megmentettük. Kövess Junát. Az ízesített vizekről kapta a nevét amúgy a néni, csak mondom. Megvan, ugye? Az a baba víz, tudjátok. Van belőle citromos is, meg minden. A Juna, az az, nem? Értem én a tréfát, azt hiszem. Ja, hogy az Jana. Ja, bocsánat. Hát, akkor Jana. Az ízezett vízű lány. Nem úgy értem, hanem na mindegy. Ezt engedjük el, de nagyon gyorsan. Ne haragudjatok.
Megint túl kalibráltam ezt a kérdést. Túl gondoltam. Nem mondtam semmit. Nem tudom kibontani, basszus, levágtam a körmömet. Súlyos sérülések árán sikerült. A városba kereste a feleségét, amit inkább Tinderen, ugye? No. Találd meg Yukiót. Jó van. Hát vannak ezek a... Ja nem, az Bakugan golyó. Folyamatosan fogalmi dugóba vagyok. Meg zavarba. Na. Yu-Gi-Oh, nem? Ez meg ilyen gyermekjáték. Találd meg mind! Vagy gyűjtsd össze... Nem, az, az meg a Pokémon. Gyerekek! Valaki lőjön már, hát össze-vissza beszélek. Jana, vagy Yuna, vagy Yu-Gi-Oh, vagy Pokémon, vagy mit tudom én, tehát valami... Most már valami legyen. Valaki vessen véget ennek az egésznek. Örülök neki, kiválóan elszórakoztatok, illetve elszórakoztok. Csak ott az mi az? Ja, hogy te ellenség vagy? Nem sokáig. Leváglak minden malacod! Ott a meghalol! Se! Na, ugye? Az megoldja, az bizony, az főpörgeti a vércukorszintemet, azt olyan leszek, mindenkit megharapok. Mindenkit is. Na most... Merre fúj a szél? Ja, oda föl kéne menni valahogy ám. Csigáró, meg akar csigározni. Túszok kiszabadításra, az ellenség elkezdi kivé... Na meg az anyád! De hát ez így nem jó. Gyerekek. Hát ez így nem jó. Ez ilyen meghal! 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 Meghalt. Jó, úgyse szeretném, hogy kivégezze a túszokat. Bármelyik. Bármelyik csúnya. Hát ja, mondjuk a kezét kicsit meghúzhatta, megrándult. Na, az most mi van? Itt vagyok a helyen. Ellenség a közelben. És hol? Nincs itt senki. Hát most mi csinálják? De most mit csinálják? Ha meg vannak mentve, vagy mi legyen? Mi? Készít szerszámot a Kaneda vár falának megmászásához. Hát de... Segíts Yu-Gi-Oh-nak. Yu-Gi-Oh! Srácok, hol lehet neki segíteni? Én nem látom, hogy hol kell neki segíteni. Hát valahol itt kéne, hogy legyen, nem? De hogy... Hát ez az! De azt mondják, hogy ellenség van a közelben, és én most azt... Mit csinálják vele? Vagy nem szabadott volna itt beugrani, vagy... Csigáró! Na. Most jó. Hát még mindig nem jó. Van még? Hát biztos vagyok benne, hogy van még. Hát nem az a gond. Hát hanem, hogy hol van a többi? Hát most hol vannak? Hogy itt le tudok menni. Aha. Ugorjál már le onnan! Nem tud lemenni. Na végre.
Most menjek megint fel, és nézzek körbe, hogy izé, hogy ki lehet-e őket izé szabadítani már, vagy... Ha-ho. Jó, én fölmegyek, de hogyha most se, akkor viszont urrá lesz rajtam a kétségbeesés, hogy mit kell itt tenni. Na? Na most meg lehet menteni, nézd meg. Yukio-ka. Taka ga kajiba de matte oru. Komachi o. Tsuma to imouto ga kawa ni iru. És most már tényleg jó amúgy. Kochira e. Ore kara hanareru de nai zo. És működik, basszus. És működik. Tapadós bomba. Segíts neki megmenteni a feleségét. Akkor menjetek! Ne lopjátok itt az időt. Kérdezd meg te tőled. Milyen poénosak ma itt a... srácok. Ha most mit csinálják, hogy fölfedjem ki létemet? Vagy mi legyen? Na, akkor gyere! Gypsy King, azt most mondta. Ne nézzetek oda, rám nézzetek. Ajaj. Hüha. Valami ott történik, elkezdték hajtani őket. Vagytok ti ennyire erősek, ti is? Aha. Oké. Tehát akkor tulajdonképpen ezzel a kettő... Ajaj. Ja, hogy azok meg utánuk mentek? Azaz, na ez de szép volt! Kanyag. Hát ez most már egy kicsit azért elment a francba, de tényleg. De most ki lő meg honnan? Hát az ijásztól fog meghalni. Komolyan mondom, nem vicceltem. Ott az ijász. Jaj, édes Istenem, hát ez nem volt egyszerű. Ez nem volt egyszerű. Kajibaへ 向かうぞ. Mutsu, yokatta. Anta, mo aenai ka to omotta yo. Kega wa nai na. Jó, hát végül aztán sikerre zárult a történet. Mande oni da yo. Nem volt egyszerű, de sikerre zárult. Hát nem vagyok, hogy lennék már démon. Nem vagyok démon, hát... Vagy hogyha igen, hozzatok egy mountain bike-ot, ezt meglátjuk, hogy eltűnik-e belőlem a démon. Na, menjetek. Békével. Én most ki kell őket vezetni? Ezek jönnek utána. Srácok, négy új követőre tettem szert, köszönöm szépen neki. Hova a búzsba kéne vigyem ezeket amúgy? Vezesd vissza a földműveseket a kohóhoz. Hát a bánat tudja, hogy hol van az a kohó. Ja, hogy jobbra. Jobbra lesz. Gyertek vissza a kohóhoz. Hát futnak velem, persze, ez a dolguk most jelenleg. Jaj, banyek! Rohadt ijász formád az már. Ja,
Jaj, majdnem ez is kapott egyet, szerencsétlen. Jó. És a kohó? Az... mint olyan, az úgy merre található? Jó, hát ez most ez egy ilyen móka volt. Nem bántod a túlszokat, mert kinyomom a szemedet, hát... Azaz. Jó, élnek még, ugye? Mi már csak hárman marad... Ja nem, négyen vannak, csak az egyik álcázza magát, oké. Okay. Basszus, ezekkel is ki kéne... Ezekkel is le kéne számolni, mi? Gyere! Ha megszúrlak, hát nem hiszlek el. Jaj, várjál, ütlegeli! Az anyádat! Nem már, az meghalt! Istenem, nem hiszem el. Hát utólag vettem észre, hogy már ütlegeli ott az egyiket. De borzalmas. Egyszerűen borzalmas. A mocskos egy izé. Egy helyzet, bárhogy is nézem. Menjünk előrébb. Erre. Nem vagyok démon, hát már elmondtam, hogy nem vagyok démon. Most az erre vannak ezek? Jaj, nem, ide föl kell menni, igen. Így lesz. Így lesz a jó. Ja, az akarod genyózni. Nem genyózol? Na! Nem éri utol. Túszok rendben vannak? Majdnem. Ez egy szúrás, aztán esik, ez nekem nagyon bejön. Agresszívak a rohadékok, igen. Csak... hol vannak a kohók? Még jobbrább lesznek. Csigáró! Jaj, ne, és egy már mészáról! De hol van? Menj már innen! Az anyádat azt... Érted, harcoljak, meg hát természetesen ugye védjen meg a túszokat. Hát egy basszus is mennyi van ott, már megint izé valamelyiket izé abuzálják. Jó, van még aki most éppen a túszokat izé? Cseszteti? Nincsen, jó? Okay. Jó, jó, sikerült most megmenekíteni őket. Nagyon jó. Ott a kohó. Ha tippelnem kéne, itt még lesz egy nagy végső összecsapás a többiekkel. Illetve lehet, hogy mégse. Mégse. Újabb túszok. Hát ez nagyon nagyszerű. Ja nem, sikerült, oké. Okay. Ó, hála az égnek. Jaj. Nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. Egy kis vas. Szedjük össze a nyersanyagot. Biztos a Miziher alapon. Készletek. Abból sem árt, ugye. Kell fejlesztenünk ezen a kis tunikán. Amúgy. Most a kérdés az, hogy vajon mi a következő csapás irány? Oda kéne menni. Junát kéne megtalálni. Merre van ő? Jó, arra kéne menni. Hát ha én itt leugrok, akkor abból csúnya nagy baj lesz, úgyhogy majd mindjárt innen közelítenék.
Mit tettetek ebédre? Vagy ettetek egyáltalán már? Vagy mi történik ott? Én kezdek lassan éhes lenni. Egy picikét. Egy hangyányit. Nem tudom, hogy mi lesz a menü, de biztos valami rettentő nagy finomság. Nagy Dominik, köszönöm szépen a követést, és szervusz. Üdvözlünk itt nagy szeretettel, köszöntségtek nagy szeretettel Dominikot, hello. Na, most mi történik? Töltött paprikát? Ez kemény, ez megviseli. Megviseli az ember szervezetét. Paprikás klub, egyre jó. Hát közben lehet, Gabi, nem? Én például simán csinálom azt, hogy eszek és közben nézek ezt azt a sőt, néha igénylem is. Basszus, már megint ki kell szabadítani a túszokat. Basszus, de hát mennyi ilyen túsz van még itt? Hol vannak amúgy? Ott vannak bent. Csigáró! Hát csigáró! Hát te nézd meg, ez le akar csigárózni itt engem. Ne, mit csinálsz? És sikerre jártam. Oké. Ajaj. Jó, de legalább segít most a csaj, tehát ezért ez nem rossz. Mentsük meg ezeket is. Amint vége eszem egy kis rántott pulykát. Tudunk élni. Jó kortomplő amúgy. Ajaj, ezeket is vissza kell vezetni a kóhoz. Volt itt amúgy bármiféle ellátmány, mert akkor az gyorsan készletek, jó? Azért tudjátok, érződik az, hogy a páncélomon fejleszteni kéne. Rohadtul érződik, megmondom őszintén. Na, hol van az a kohó? Nézzük meg először. Ott van, a szél majd vezet minket. Nézd, és ott már jönnek is ezek a rohadtak. Ja, hogy itt van egy. Azt kapta, hogy nyakszirt el lett vágva rendesen. Na, többiek. Mi ennyien maradtak? Egy. Hol a többi? Na jó, ez kettő. Úgy eredetileg is kettő volt. Figyeljétek meg, ahogy a játékot ismerem, most jön a következő... Hát ezt mondom. Jaj, édes Istenem, hát nem meneküljetek, hanem gyertek, hát... Na végre. Jó, egyet legalább le fogunk így mészárolni, reflexből. Nem jó! Hát, azt hiszem, hogy ezt elkiabáltam. Egy kissé elkiabáltam. Kissé elkiabáltam. Na mindegy, semmi baj. Készen vagyunk velük. Igaz, alig élünk, de az egy másik kérdés. Na. Őket is megmentettük. Most akkor kit kell még megmenteni? Hát nem sok már ez egy kicsikét a jóból. Akkor kell elengedni a háromszöget a támadásnál, amikor megindul a csóka.
Tehát akkor abban a pillanatban. De mivel kicsikét beijesztett az elején, ezért rosszkor engedtem föl. És ez volt az első olyan szituáció, hogy rosszkor sikerült fölengedni. Hát Istenem. Megmentettük az egész falut? Hát nem éppen. Na várjál, valakit megint a túszokra megy, úgyhogy segítsünk. Azaz. Jó, hányan vannak még? Már csak ez az egy nyambat, yes. Ezt lekaszaboljuk izibe. Ja, hogy nem. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül az az egy ilyes. Nézzek, és az már megy és rohamoz. De mit csinálsz? Gyerekek, itt baj van. Kis és sokan vannak ezek. Rájuk küldték a kutyákat? Mekkora izégenyák már. Tudjátok, mitől félek? Attól, hogy nem fogom látni az izét, hogy a túszokkal izé baj van. Mert benn vagyok itt a házikóba. Jaj, ne, mit csinálsz? Oké. Hát ez hova megy? Ez hülye. De... Oké. Okay. Nagy csatározásokat hallok, de sehol senki. Tehát most ilyenkor mi van? Amúgy. Kerülök egyet gyorsan, hátha. Azt hiszem megvannak, hogy hol vannak. Jaj! Körülvették a kohót az íjászok? Hát piszkosul örülök neki. Hát akkor jöjjenek be! Jöjjenek csak be, azt már jó szétkaszaboljuk őket. Na, azaz. Remek, esetleg eltalálod, vagy valami? Cikcakba, basszus, cikcakba! Oké, valaki még esetleg? Ott van... Ja, az velünk van, oké. Jászok másik oldalról. Nem, innen nem. Jaj, ne! Basszus a kutya! De figyelj, burkus, hát nem lehetne ezt elrendezni más, hogy megszelídítelek, vagy mit... Hát... Nem jó! Basszus, és most veszem észre, hogy itt a túszszal izé szarakodnak. Hanc, essen bele. Hát ez mondjuk baromi izgi ez a rohadt küldetés. Ez tényleg nem egyszerű. Folyamatosan figyelni arra, hogy a túszok meg minden. Kire lövöldözünk? És még jönnek? Hát nem viszlek el, komolyan mondom. Íh, ez nem jó! Át meghalok, meghalok, meg fog halni! Ez egészen biztos, nem tudom, hogy hogyan csináljam, de ugye remeg a kontroller, mint állat. Az is egészen biztos. Hát, kész. Ez kész. Na gyertek, gyertek, gyertek csak!
hogy lehetne ezt kiiktatni? Most már nem azért. Ide lenne megdöglenie. Azaz. Oké, már csak egyet... Kettőt? Kettőt kellene megölni. Hát, tartok tőle, hogy azzal nem vagyunk előrébb. Adok egy szelet hús neki. Pedig nem lenne rossz. Jó, megöltük a vezért, az már rendben van. Ez egy kemény menet volt, mint ne mondjak. Ezt a kis városkát felszabadítani. Hát, ha ez nem hírnév növekedés amúgy a játékban, akkor nem tudom mi. Tehát nem tudom hány parasztot megmentettünk, szegényeket. Revolunion, köszi szépen a követés, és Nagy Dominik, Botmixer, Kanosman, nagyon szépen köszönöm nektek is, köszi, köszi. Ez volnék én? Egy bosszú álló szellem? Elképzelhető. Azt is én oldjam meg, hogy hova rejtőzzetek? Naranu. Kajiba no hiyotaki. Futatabi komatsu ga hokoru bugu o kitae yo. Sosureba tadachi ni. Shimura dono o sukui deki yo. Hú, de kemény! A bosszú álló szellem. Ez bitang volt? Tényleg. Növekedett amúgy a reputáció? Vagy valami? Technika pont nagyszerű, azt el is költjük mindjárt. サムライは誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならば、なぜ我が兵は背後から切られている。堺は決して左様な手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。1-2 volt、でなんしょ。フミライの下地でしか動けぬ。哀れで臆病な犬だ。 侍の道に背き犬になるつもりのようだ止めたくば大原国に下るしかないそして我らは本土襲来の手先となる違うか考えておく。Erre megy ki ez az egész, ugyebár. そがねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ. És ezt hogy gondolta amúgy? Hősünk fáradhatatlan, Gabi. Tehát ez hősünk fáradhatatlan, ez egészen biztos. Vasforog. Térkép. Jó. Jó, nézzük meg, hogy el tudjuk-e költeni ezt a technika pontot. Egyrészt. Na igen, de mire? A vízállás, sodrócsapások. Nem rossz ötlet. Nagyon is jó. Oké, erre el is költöttük. Az a 12 lóhere, vagy virág, vagy mi az? Az amit lehet csinálni amúgy? 12-es szintű vagyok? Vagy nem tudom, hogy az éppen micsoda.